dusk gets darker and the days get harder, and I can barely see while the light goes under, waiting for a wonder. Light is touching me. Light is touching me while the dusk gets darker and the days get harder. Csodálatosan szép kora estét, késő délután, kinek hogy tetszik. Hello, hello, csász, szevasztok, srácok. Na, amíg itt történnek a dolgok, addig indítunk is egy vibe-emet. Hello. Csász, szevasztok, srácok, szép jó napot mindenkinek. Asder, köszönjük szépen, neked is, Giga, meg a Pacsi, ciao. Szevasz, Ábel, láttam, hogy írtál, nem tudom, hogy válaszoltam a DC-n. Hello, Sven, szev... Tomás, Csecse, szia Emily, ó Maloy, hát szevasz, Csecse, hú, remélem lesz szövetség, hát azt meglátjuk, hogy már ma történik-e valami. Ugye mai napra is, tegnap nem találtunk meg még egy-két dolgot, úgyhogy ma még keresgélünk, meg próbálunk valahogy érdeklődni, hogy kik merre hány méterek, értitek, tehát így mi van a Blatt-szal, mi van a Ballasszal, mi van a maffiákkal, ma mi kicsikét így felderítjük a dolgokat. Hello, szép estét, vagy délután. Hát így van, Nimi, így van. Kinek mi tetszik, kinek hogy tetszik. Te vagy a legjobb videós. Ó, MS-e, köszönöm szépen, ez igazán jól esett. A mai napon meg aztán pláne, mert tehát egy kaotikus. Rendőröktől sem annyira. Az igen. Egy kicsit hát azért igen? Nem félek. Nem nagyon érdek. Hát innen kicsit inkább félrejövünk, mert ez minket nem érdekel. Na. Hát, ha én lennék, én már látnám magamat. Szia mindenki! Hello, Ákos! Vajas kenyér? Szia! Hogy vagy? Jól, köszi, hát így... itt a gatyás csávó. Megvagyok, minden szuper. Jó van, tesó.
Hello, gatya. Csá, gatya, hallasz? Csá, jó. Na, egy pillanat. Minden oksa. Várjátok, srácok, mert nekem valami izé van. Most már jó. Nálad mi ez? Mi ez a népgyűlés itt? Nem tudom. Azt mondták, hogy az összes izé sárgulásnak fogják vajátni. Ja, persze. Nem mondom. Hát azt megvárom. Igen? Hát hogyne. Veled mi a helyzet? Nem, csipárt törlöm a szememből, most ébredtem. Ez igen. Hát tudod, nem akinek... Nem, hát akinek jól majd tudod, hát ez... Egész nap alszok, este így aktívoskodom. Ahogy látom, éppen megy le a nap. Hát jó. Akkor nem jó. Ez nem igazán jó idő, nem? Hát dehogyis nem, tiszta jó. Na van, bocs, hogy itt hagylak, de melyek megkeresem a többieket. Jó, nyomj. Csöcső. Na, itt volt Mr. Gatya. Az ott ki? Na mindegy. Most várjál, mindjárt kitalálom, hogy mit akartam mondani. Hello, csá. Merre az arra? Publik. Én is. Piros izé mellett. Meg vagy. Hello. Szia. Az igen. Szép tütű. Dehogy is. Ja, próbáltam nagy vonalú lenni, mert ami nekem se tetszik. Sárgába szebb lenne. Hát előfordul, de pirosból szemben. Mi a helyzet? Nem sok minden. Várom, hogy mi lesz mai fejlemény. Ja, én azt néztem, hogy mi ez a tömeg. Tehát így oké, hogy publik, meg mit tudom én, de most kellőképpen sokan vannak. Van valami gáz? Nem, hiszem nem tudom, szerintem nem be senki elmenni. Hát, jönnek ezek a dédések. Ja, értem. Jogos. Szia uram! Hello, sárga szemű démon, csecse! Vajon ez egy blackos? Igen, de ő azt hiszem az ő a gazdag black. Kétféle blátsz van. Vannak a gazdag blátszosok, meg a gettós blátszos. Ja, kajak. Most kaptam az infót, hogy kaptok egy kis csomagot 18-20-kor. 18-21 van. Lehet nekünk izét csinálni. Eszközöket. Nem tudom. Az igen. Micsoda? Milyen megyem úgy? Milyen nektek van pisztolyotok? Ez nem itt kéne mondanom. Hát ja, meg ha van nálad maszk, akkor azt... Felőlevet? Ha van nálad maszk, akkor azt majd vedd fel, édes, mert a sminked nem tudom, nem a legjobb. Mi? Most vedd le. A sminkem? Bakker. Várjál. Szerintem nem. Nem is néztem. Nem én sem. Én szerintem én újra utazom, jó? Ha megpróbálod azt, mert én azt hittem, hogy a maszkos sikerül. Mi a fene? Előkerültek az óvodások a biciklivel? Na, hát megérte bejönni, ha máj vannak. Ugye mennem kell. Oksa, én addig támasztom a falat. Amúgy neked is, ahogy ráesik a nap a hajadra, úgy más. Ja, értem, oké. Okay. Ez majdnem összejött. Na. Üdvözlet. Szia, Marci. Szia, Gréta. Csöcső. Tudom, a gettósok Danival vannak, ha jól tudom. Lehetséges, nem tudom. Így pontosan iszunk, mert szomjasak vagyunk. Megeszünk, ha már így vagyunk. De miért? Még mindig szar. Ja, de majd megoldódik kicsit később.
lehet, hogy majd ez a maszkos dolog ez beválik, vagy max, nem tudom, lekapod a pólót, majd vissza, vagy nem tudom. De még várjál vele. Óvodások biciklivel. Ezt egyszer én kaptam meg még, amikor Westside-on megcsináltuk a Mayans klubot, és bejöttünk. Hát ez nem jó. Bejöttünk ide a publikba. Utazzak még egyet? Ne, picit várjál, maradjál, majd úgy később megpróbálkozunk mással. Ezt egyszer ugye én kaptam meg, mert bejöttünk ugyanígy a Mayanszos csapattal a publikba, és megkaptuk, hogy az óvodások eljött. Óvodásokat hazengedték az aviból, mert itt vannak a biciklivel, vagy valami ilyesmi. Aztán ez így bennem maradt. Elolvasod, amit írtam? Hát ámben, ha ide írtad, akkor azt már nem látom. Ja, de látom. Peugeot Cabrio-ra, ha megvennéd, vagoszos legyen sárga. Bocs, hogy mindig leírom, de az a kocsi menő. Hát az menő az a kocsi, de most egy, nem tudom, egy Cabrio Peugeot. Nem tudom, most amúgy... Sziasztok, jók létek, megyek, mert várnak engem. Oké, ma még találkozom? Valamit, hát figyelj, ha valamit nem tök nyugodtan mondnék, hogy írjam ezt, akkor segítek a tudat. Oké. Figyelj már, nem tudom, hogy tudsz-e, hogy a... aprítani ilyen dolgokat hol lehetne, mert például van marihuánál meg ilyen apróság, csak nem tudjuk hol lehet összecsomagolni, vagy nem tudom, ilyeneket tudsz? Tudok mindent. Azt a zöldet meg tudod mutatni, hogy hová kéne elmennünk vele? Csak a kocsitba a GPS-en, hogyha az úgy neked jó. Összerakni? Aha, mert learadtuk a dolgokat, csak nem tudjuk még lecsomagolni, nem tudom hol van. Az mondjuk nagy király lenne. Megkaptam a fizetésemet $1. Az hogy sikerült? Hát... ez szar, így. Mondom, várjál. Hagyjon, majd... picit várunk, azt utána kipróbálunk valami mást. Na, hát figyelj. Végül is valamilyen úton... várjál, csak ránézek a képernyődre. Mi? Ez most komoly, hogy itt lehet összerakni? Uh-huh. Bakter. Igen, mert azt tudom, hogy hol lehet összerakni, nem? Mindegy, majd mindjárt megnézzük. Muti. Elmegyünk. Muti. Hello. Hogy telt a napod? Hát, voltak problémák így a mai napon. De mindegy, most az a lényeg, hogy működik az minden. Az mi az? Jó játékot, köszi szépen, Patrik. De az mi? Az micsoda? Az a... igen, azt, hogy vagyok, már megválaszoltuk, hogy minden rendben, tök jól vagyunk. Szia Mizu, milyen volt a napod? Hát Ádám, idegeskedéssel telt el, mert a gépen megint nem akart elindulni, és egész nap ezzel szenvedtem, hogy mi a szar baja van. Kétszer-háromszor a főbiztosítékot is lecsaptam, mert kötözgettem meg, kapcsolgattam össze-vissza, úgyhogy ideg voltam a mai napon. Nem tudtam se videót vágni, semmit nem tudtam csinálni, úgyhogy nagyon rossz volt. Csücsü Gengó, hello. Láttam már, hogy a legelején is köszöntél. Ott mennek az óvodások a biciklivel. Szia vadász, most nem késtem el. Mi? Most nem késtem. Ja, Predator, csá. Sziasztok srácok, pacsi mindenkinek, ez most meglepett, hogy ma is RP van. Én mondtam Roli tegnap, hogy ma is lesz RP. Bu, mehetnünk haza szerintem. Jó lett az arcom? Nem lett. Nem, de majd később szerintem jó lesz. Én jó vagyok? Jó. Akkor jó. Hát a hajad néha... akkor nem vagyok jó. Nem, az én hajam változik. Az én hajam fekete, meg... ősz, meg lila. Igen. De nem baj. Hát... egy gyomtóval megyünk a tiéddel? Mehetünk. Oksi, akkor itt megvárom. Úgy is összetörik mindig. Csak nem. Sziasztok, szia vadász, jó játékot, és nektek pedig jó szorokadást. Köszönjük szépen! Menjünk haza, vegyünk magunkhoz egy pár tasokot, nézzük meg ezt a helyet. Előbb nem jó, tudod. Én azért kérdeztem rá, de mindjárt mondom miért. Fegyver. De hogy benne, amikor nincs? Az Isten, a fenn. Getta! Az komolyat elhúzott. Íj, a szívem megáll. Sok a rendőr. Ja, hála az égnek. Az is ott remélhetőleg. Nem, mi a csajó? Nem. Na Mizu, hogy aludtál? Hát forgolottam össze-vissza, nem volt a legjobb éjszakám, de majd a mai nap hátha. Na. Nem tudom.
nem adta ki most a ma este. Ilyen mexikai nagyon brutál stílus képvisel a karaktered, vagy egy nyugisabbat? A nyugisabbat, én a nyugisabbat képviselem mindig. A nyugisabbat, de ha felcseszik az agyát a karakteremnek, akkor vége a világnak. Kitör a harmadik világháború. Ja igen, meg valami körözgetés kéne, vagy mit mondtál tegnap még? Ezt mondtam, itt figyelj, ne szállj ki mielőtt. Csak szólok. Van ez. Igen. Ide kell állni. Igen. És elvileg itt lenne egy ilyen számláló gyász, de nincsen. És nem értem, miért nincsen. Nem lehet, hogy kéne, hogy legyen nálunk valami, amit... Hát ma volt, de úgysem volt jó. És elvileg 12 percig itt kell ülni, állni, nem tudom, mozog, lenni a körbe. Aha. Érdekes. Na, menjünk haza, hozzunk magunkkal azt a szart, és akkor így tudunk valamit kezdeni vele. Jó, hát kihozok 15-öt, és akkor megnézzük, hogy azzal tudunk-e valamit kezdeni. Hát jó, de most így futsz fel. Hát itt vagyunk. Itt ez... Hello, csá! Hello, Benix! Elhozunk 15-öt, megnézzük, hogy ezzel... Fogcsolyba teszed-e. Többiek hol vannak? Szerintem még húzzák a lóbört. Mit akarok tuti kivenni? Tuti ketten szivárványokon jártának. Kivettem 15-öt, akkor ezzel megnézzük, hogy lehet-e valamit csinálni. Marihuánát hoztam magam, vagy ezért cannabiszt. Ja, azt kell. Ja, oké. Okay. Szerintem ez a HQ elég baszó, csak lehetett volna egy másik mapolás. Marci, szerintem még... Megy az autó magától jobbra. Én nem úgy érzem. Ah, most már jó. És autóba kell lenni, vagy kiszállunk, vagy azt ez mindegy? Azt nem tudom, de mindjárt megkérdezem, figyelj. Amúgy szerintem Marcikán majd megcsinálják nekünk még, hogy elvileg az a, ami ott hátrébb van épületsor, az majd egy bejárható épület lesz. Na csá, tesó, figyú! Ez az a zónás gyász, ez hogy működik? Idegesíteni jó, él. Kocsival idegesít. Vagy anélkül, vagy hol legyen. És de nem történik számolósdi, az baj. Nem. Mióta? Hát most már azért a negyedik évet karcolom lassan az RP-vel. Valamivel több mint 3 éve, de már a 4-hez közelítek. Itt a házunk már. Ahol volt régen... Hello, csá! Mi? Itt van. De akkor nem jó helyen vagyunk, te. Te kilala mellett. Oké. Okay. Jó. Megnézem, köszi. Ez volt régen a Groove HQ is. Hát Tehát nem jó helyen vagyunk? Igen. Tekilala mögöttre kell menni. De az hol van? Várjál, majd mindjárt megyünk, csak a tesó jön haza. Oksa. Az majd fönt lesz a gazdag negyed felé. Szerintem lehet itt van akkor. Megjött. Így pálma, megérkezett. Következő szint kék legyen? A szolodál be. Na jó van, neki is villog a haja. Mindenkinek is. Nekem hála az én nem. Ha-ha! De jó. Én nekem még férfi fejem is van. Jó, férfi vagyok, mint ti, ha! Na hát! Nem amúgy. Megkaptuk az infót, hogy merre kell csomagolni a marihuánát. Ja. És ott is kell feldolgozni, meg csomagolni is. A feldolgozás az fix, de nem akartam mindent lelőni, minden point, úgyhogy valamit azért majd mi is még keresgélünk. Jó. De az egyik fele megvan. Van. Amúgy itt van a közelünkben. Igen. Aha. Bakker. Valahol itt volt, nem? Fent éjszakon. Ott a... Akkor neked is megvan a 2000 plusz órád RP. Sok van már benne, nagyon. Jó, mert ott mi van? MTN? Azon is gondolkoztam.
Jót jelöltem, nézd meg a GPS-t. Nem tudom, mert az én jelölésem látszik. Ja. Kiveszem. Á, mindegy, akkor maradjon te kilala, akkor nézzük meg először azt. Ok, várjál, rádió. Akkor össze megnézzük te kilala. Kicsit halk a rádió. Hát az nem a rádió baja. Vagy nem tudom. A Duda valahol közelben volt a rádiómhoz, aztán megnyomódott. Na, izé jön. Majd pillanat, ő is gondolkodik szerintem. Akkor menjünk. RGV-s vagy, tényleg? Bár ilyen sokan vagyunk a városban, nem tudom mennyire ferez. Most oda megyünk. Hát nem baj, ezzel körülnézünk. Azt mondja, hogy megyek, ha tudok, akkor visszajövök, addig is jó gémet és streamet válasz. Köszi szépen, sárga szemedém van. Az van a zóna foglalás. Úgy mond, tehát le kell foglalnod, de. Igen? Jó tudom, igen, anélkül nem tudod dolgozni. Tehát alá kell írni ilyen hülyeségeket. Ricsi a halk. És azt teszed rá a tasakra. Rabolják az államit, tényleg? Akkor mondjon mindjárt felhívás. Hát várjál, hoztunk egy kis anyagot? A 15 van nálam. Jó, mert akkor ki lehet úgyis próbálni előtte, ugye. Nem foglaljuk el. Szevasz, Dávidom! Csá! Mi a helyzet? Milyen napod volt? Giga meg a pajtika. Akkor most várjál, de most a zónához jöttünk. Ja, most akkor megnézzük a zónát. Meddig tart a live? 9:30. Kb. Uii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 i
Na itt hol? Szerintem mögött. Itt parkolóban, nem? Aha, ott van a hátul. Jaja. Itt van. Mm-hmm. Hát nekem is se számol. Kivettem a 15-öt, ugye? Szerintem amúgy jó lesz, mert hogyha ki? Megyek, kimegyek innen, akkor... akkor hola? Benne kéne legyek. Hello, cseh. Cseh. Ma csak RP lesz? Hát elvileg igen, Roli, ha minden jól megy. Én ha nem... foglalunk valami zombinát össze. Ha nem, akkor R6-ozunk meg. De nem szeretnék ilyen alternatívákkal foglalkozni, én bízom benne, hogy ma nem lesz támadás. Tették valami, vagy nem? Nem tudom, én nem tapasztalok semmit. Az baj. Ha van mi az állam autód? A zónába kell lenni, amikor kimegyek, akkor azt kapom vissza. Azt tudom, igen. Na jó, hát figyelj, akkor itt vagyunk. Várunk kicsit. Várunk, ja. Szóval, ja, nem tervezek. Mikor leszek már nőies? Hát nem tudom. De legalább csak az arccsontudatom változott meg. Próbálkozz a maszkkal, hát ha sikerül, ha nem, akkor próbáld meg, nem tudom, levenni a cipődet, aztán újra felvenni. Hát, ha segít egy kicsit. Hopp, az LH-s kocsmások helye. Ja. Várjál, volt még itt. Most végeztem a munkába, azért is késtem, de elment egy napnak. Nagyon jó, helyes, örülök neki. Örülök neki, hogy már otthon vagy. Helyes, hogy te fogják valami pirosakkal beszélgetnek. Jó van, na tolják. Az igen. Nem. Ez a BMW nagyon bejövő, csak sajnálom, mert lány vezeti. Ó, Marci, ügyesen vezeti. Amúgy tényleg nagyon, nagyon durc ez a BMW. Kis M5. Az elejét akarom nézni, így. Elég durca, 40 ezer vagy mennyi, úgyhogy nagyon megéri megvenni. Szóval, hogy államautó? Hát figyelj, nem akarok nagyon... Így is rossz még mindig? Igen, még, hát de nem nagyon rossz, csak más. Hát nekem az olyanok nagyon tetszenek, mint például a 370Z, 350Z, amik nem egy olyan hű de nagy autók, meg olyan nem tudom, szuper autók, érted, hogy mondom meg, hogy mire gondolok.
Nekem az ilyenek, ezek nagyon tetszenek, és nagyon-nagyon király lenne mondjuk egy 350 vagy 370 Z-t birtokolni. Lehet, hogy egy idő után a térképen elszíneződik az a terület. Azt mondod, Gengó? Hát minden, még itt leszünk egy picit, meg várunk. Meg sem merem próbálni a repülés, sokan várnak. Na. Ma néztem meg, hogy azt a videót, és menő lett a Honda Civic. Ah, köszi szépen, Ábel. Ja, jó lett ez a Honda, majd meg ki lesz fullozva. A 377, az, mi 370 az jó? Az bizony, az nagyon jó autó. Nagyon szép a formája, itt is van amúgy. Itt is van a Xeron 370, úgyhogy egy olyanra is megéri gyűjteni. 60 ezer, azt hiszem, 50 vagy 60 ezer. Az igen. Az igen. Maszkon keresztül, szia, cigit, nézd meg. Én? Simán megúzom. Na, nagyon pró. Hát átmegy rajta a füst. Bizonyjuk. Én úgy tudom, srácok, hogy ez itt a Blatz területe. Tehát azért piros, mert ja, ez itt a Blatz zónája. Itt van a Kripszé elvileg, azért kék, itt pedig a Ballas zóna. Tehát, hogy ezeket a területeket már így is jelzik, és ezeket nem árt elkerülni. Hát mi, ez meg itt nem tudom ki a szürke. Hát a motorosok lehetnek, nyilván. A miénk meg majd ugye itt lesz. Mit csinál ez a terület? Nem tudjuk, toxik, nem tudjuk. Elvileg el kell foglalni, amit majd utána mi megkapunk ki jelzésképpen, hogy utána mehetünk dolgokat craftolni, meg a kokacserjét összeaprítani, meg ilyen apróság. Elvileg. Na most azért vagyunk itt, hogy leteszteljük, megnézni a szürke, az a Lost MC. Ja, a motorosok. Hello, Chelsea, sziasztok, szervusz, Domán. Hogy már pihensz, ugye? Én nem tudom felvenni a ruhámat. Ajjaj. Na most már de. Ajjaj. Hú. Nem tudom, eleget vártunk már? Maradjunk még, vagy mi legyen? Hát elvileg 12 percet kell. Igen. Hát elvileg. Jó lenne tudni, hogy... 800 környéke másodpercben. Jó lenne tudni, hogy hol állhatunk. Szóval, hát ja, akkor ott vannak a mocisok. Most nekem is mozog az autó. Azt hittem, a kör is mozog. Igen, már megy a pihin, nagyon jó, helyes, helyes. Örülök neki. És ha kérek egy bőr átültetést, az befolyásolja? Szerintem. Hát az szerintem nem javít ezen, mert ez nem a bőröddel van probléma. Ja, értem. Tekilal a bár mögött a parkolóban hesszelünk. Ezek közül, ha a HQ-t nézzük, szerintem a Kripszé a legjobb, főleg mert a Xeron vannak közel ott a lelőhely. Ja, még azon a területen nem voltunk. Maszkosnál voltunk csak lent. Amúgy jól lenne látni megint Emilyt, visszajönnének az LH-s vidék rendőrök. Emilyt? Emilyvel nem voltunk LH-n. Még. Szia, Vanessa, miről maradtam le? Szia, Gabi! Semmiről. Folytatjuk a tegnapit, ugye így a területeket fedezzük fel. Most itt vagyunk egy ilyen bazi nagy piros zónába. Elvileg, ha a zónán belül leszünk 12 percig, akkor lesz lehetőségünk elvileg craftolni, meg aprítani a kábítószert, aztán majd lecsomagolni, és úgy tudjuk fogyasztani, illetve majd eladni. Hát most nem tudom, hány perc vagyunk már ebben a körben, de lassan a 12-t már megütjük. Miért van az, hogy a pirosokat általában nem szeretik, vagy csak én gondolom így? Én szeretem a pirosokat. Hát, mert általában a Blatz az ugye az a tirpák bandát formázza meg, ez az alpári banda, tudod, ez a oda megyek, belekötök mindenkibe, anyázok ok nélkül, elrabolnak, de nem normális módszerekkel,
a Bloodsot azt inkább ez jelképezi, ezért vagy... Ezért jöttél ide. A Bloodsot inkább ez az, ami jelképezi, vagy jelképzi, nem tudom, hogy van a helyes megfogalmazás. Meg nekik mindenhol általában rossz hírük van, nem tudom, még nem voltam soha a Bloodsos. Likaus, azon voltatok, vagy hogy hívja? Hogy hívja? Emilyvel nem voltunk Leakhouse-on, Amy-vel voltunk, Mercy-vel voltunk Leakhouse-on. Akivel voltatok... Mercy volt. Ő Amy, ő pedig Emily. Már megint nem állítod le a motort. Menjünk arra, hogy szerintem. Kifogy a benya. Na csá. Hát most itt vagyunk, megvárjuk. Nem tudom, már itt vagyunk azért egy 8-10 perc szerintem. 4 perc kéne. Jaj. Isten, mi fog történni? Hát mi megadott helyet, vagy? Hát mindjárt kiderül. 4 perc múlva kiderül. 8 perce vagytok a körben. Miért nem vagytok együtt Emilyvel a GTA-ban? Együtt vagyunk, csak ugye... Hát ez így nem sikerül itt, akkor elmenjünk oda, amit mondtak nektek. Jaj, megnézzük, valamelyik híd alatt van. Emily, keverem már. Hát igen, valamikor nekem is összeakad a nevek a nyelvemen, mert ugye én csak vagy nektek, vagy játékba hívom őket az IC nevükön, amúgy pedig ugye rendes nevüket használom, és valamikor így teljesen összekavarodok én is, mert van vagy három neve egy személynek, és így valamikor én is így összeakadok, de ne viccelt, ez az igen, micsoda megérkezés. Ja, megjött a tesi. 8 perc vagyunk itt, hát... Vagy ez is lehet, hogy ilyen elfoglalások közt kéne egy kis idő. Vagy nem tudom, komolyan mondom, fogalmam, sincs mit lehet csinálni. De a csomagoláshoz elvileg a marihuanának a feldolgozása vagy csomagolása, azt kaptunk egy kordit. Aha. Vártok, srácok. Hát Kokónak kéne főképp amúgy. Majd. Hová is mutatta? Ja, a Kokónak kéne. Annak mert az most nagyon sokat szedtünk össze. Itt voltunk a publikba. Hát, valahova ide mutatta a híd alá, azt hiszem. Csomagoláshoz 10 darab kell körülbelül. Hello, csá. Hát jaj. Merre lenni? Mi ez a szar? Hol? Tequila alatt mögött. Északi város résznél van, gazdag negyed alatt. Jó, akkor jövök oda. Az igen, akkor mi kellett hozzá egy angyal? Roha volt. Ja. Meg öltözés, de ennyi. Hello mindenki! Na most már ezt is tudjuk, úgyhogy bárkinek csóri feje lett, annak meg tudjuk oldani. Oksa. Közben tapogattam a tárcámat, néztem a személyimet, ezek szerint akkor sikerült elintézni a dolgokat. Kajak. Tényleg? Igen. Tényleg? Kajak? Igen, várjál. Kajak, de a kártyába látni. Van kártyába látni? Aha. De kajak. Rasszus, tényleg. Tényleg. Jó végre. Egy kis dolognak, hogy tudom kerülni amúgy? Igen, haladunk előre. Hát nekem még nem. Azt hiszem neked... Miguel, megvan a számom. Tudsz küldeni egy kordit pontosan? Légy szí. Ja. Hát nincs meg a száma. Hát nincs meg a számod. De megnézed a térkép... Tequila alá mögött. Így van. Tesz egy jelző tequila alát, éjszakon keresd. Jó, oké. Picim. Kell vennem egy új ízét személyt. Picim. Tessék. Érkezem picit lassan, de jövök. Miről maradtam le? Semmiről, Zoltán. Éppen ezt a kört hát próbáljuk meg bevédeni. Hát amúgy nem, ez rád fog alakulni. Jó, hát mindegy, még ráérek igazából. Mi az, hogy így át fog alakulni? Transformers? Hát tudod, ilyen hologramos, aztán majd átalakul rajtam. Mozgatni kell. Ha jól tudom, fegyverek kellene. Amúgy megkérvényeztük a bankban, csak ugye még a bank valószínűleg nem intézte el. Hát rosszul írtad a vezeték nevedet múltkor, és az O azért elég messze van, amint így a kereszt nevedet.
megírtad a vezeték nevet helyére, ja, nem? Ne, hát és nem én csesztem el. És akkor így az O az hátulra kerül. Ja, hát igen. Na mit tudom én ki volt már. Hello Valentin, csecse. Hát Toxic, remélem, hogy nincs igazad, vagy nem tudom. De azt mondták, hogy holnap menjek be Domán, ne csináld. Pihenjél. Amúgy fogy a pénzünk, csak mondom, mert mindenki kap egy dollár. Meg is lepődtem rajta, hogy jött egy pittyenés. Ja. Hát, akkor megyünk ezzel az egy dollárra. Hát figyelj, előbb-utóbb meg lesz a kenyére való. Az biztos. Egy 4x1/2 óra, és akkor ma meg lesz az 5 dollár. Egy elvileg, Ábel, akkor... De ez ugye nem a fag jóval jön. De hát, amit valószínű. De lerúgom róla, engedélyt kérek, hogy lerúgjam róla. Nem kell, ha tetszik neki. Ne menjétek ki, ugye? Jaj, ne, ez véletlen volt viszont. Várjál, vigyél egy kanisztra, figyelj! Ja, ez a támad. Itt dujját. Ú, de hangos faszki. Az igen. Azt még leüti az autót. Nézd meg, betört. Betört a hátsó lámpát? Ah, persze, hogy betörte. Menjek vele. Na, mizu itt. Vagy nem? Körözünk, mármint, hogy a kört várjuk. Nem, jó, okés, működik. Miért? Nem tudjuk, meglátjuk, hogy lesz-e valami értelme, hogy itt állunk 12 percig. Egy perc talán. Maximum. Ennyit kell itt állni. Aha. Már régóta itt állok. Viszont nem lehet, hogy kellene hozzá valami eszközt, hogy a zsebünkbe valami? Ami esetleg... Nem hinném. Nem, ez csak foglalós, ez csak címkézés. Aha, oksa. Címkézés. Hogy mondod jobban, na? Jó, majd később úgyis rájövök én is. Amikor az IC-per-OC-t bezavar, fú, ne is mondd, Marci. Nagyon, nagyon zavaró szokott néha lenni, amikor összekeverem őket. Amint, hogy az IC-OC-t tudod. Hogy mit? Elvileg itt leadtak valami infót nekünk, hogy hol vannak a dolgok. Aha. Ja, az egyik megvan. Csak akkor követek titeket. Ja, mi most megyünk? Hát szerintem ez... Veszed fejsze. Oksa. Hol kell? Ez jót jelölt? Elvileg jót jelöltem, ott a híd alatt kell körülnézni. Én jelöltem, azért kérdem. Ja, jó, ja nem, beljebb vagy feljebb, ide. Ott kell valahol a híd alatt. Nem, nincs bejelölve. Most nem már... jót jelölsz. Nem? Ide kell. Jó, megnézzük az összes híd alatt, na. Ja. Na most várjuk be a fagdiót, baszki. Hát majd küldünk. Na mindegy, mert el kellene kérni a számát, azt maximum dobunk neki egy üzit. Bár ez a tempomatos téma, ez egy jó dolog. Mennyi pénzem van? 9000. FBI stop, no asszuszunk van. Nagyon megy ez a fagyó. Srácok, amúgy jó minden, szóval írjátok meg, mert most egy kicsit aggódom ugye mai nappal kapcsolatban, hogy nem homályos a kép, nem késik a hang, meg semmi. Minden patika, minden szuper. Balra menjél le. Most csak néztem annyira, hogy kik azok a feketék. Ott igen lassan menne. Ja, látom. Itt van a híd alatt, nem? Itt igen. Balos. Még egy bal. Négy. Azt ott egyenesbe jobbra. Itt le. Aha, itt. Minden tökéletes. Jónak néz ki, tökéletes. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Itt végigmész. És jobb oldalon majd le tudsz menni valahogy. Itt. Hát, pölő itt. Na, mert mondjuk tegnap erre felé nem jártunk. Nem. Tehát én már mindent is átnéztem, az a vicc. Éppen hogy csak egy picit. Elvileg még itt le tud menni. Itt le? Már akkor nézzünk körbe. Ott van egy ilyen izé, fel lehet ráhajtani. Néha már azt mondom, hogy láttál valami kivételes jelölést. Hát itt nem megy. Na itt ne.
Várj, kiszállj, nézzünk körbe lesz. Ja, hagyd itt az autót, nézzünk körbe. Na, itt mi van? Körülnézünk, itt is ugyanúgy helyet keresünk, hogy lehet-e valamit csinálni. Szevasz, Joker! Mi a helyzet? Éppen keressük, hogy a füvet hol a francba lehet aprítani, meg csomagolni, vagy valami. Errefelé eddig nem nyert. Hello, csá! Hello, mi! Örülök neki, hogy te is itt vagy. Csá-csá! Minden szuper, na jó van, király. Valakinek meglett már? Miért nem. Itt semmi? A garázsajtók azok nem nyílnak ki. Szerintem a másik híd alatt lesz. Az pedig itt van. Hát én akkor átestem az egyik konténerről, hogy a nyakam eléggé fáj. Kell mentős, menjünk kórház? Nem megleszek. Mindig is, csak kicsit később jöttem. Nem, Ábel, de hogy tudom, fúj, ne is mondja nekem miatt, én azért nem elítélem az ilyen dolgokat. Nem gondolkodtam. Üdv minden újonnan érkezőnek, így van, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, skacok. Most hol vannak a többiek? Merre felé vagytok? Kitolattunk hátrafele. Jaj, és a többiek? Keresgélünk itt még a vasút résznek. Á, oké. Okay. Ja, ott vannak lent. Én már átnéztem az a viccom, hogy hát a túloldalon voltam ott le. És ezt kinek mondtad? A túloldalon. Valász, kipróbálnád a mentős melót? Nem, Gabi, nem, mert nem vagy, nem, nagyon hülye vagyok a mentős dolgokhoz. A mentő az egyetlen egy olyan frakció, ahol még egyáltalán nem voltam. Szia, te ismered Csontos Tóbiást? Hát beszélgettem Patrikkal pár mondatot, de úgy annyira nem. Még a híd alatt az elég bő kifejezés. Mi fönn vagyunk a kocsiknál. Halló? Mutatok egy másik pozíciót, azt elmentek előre megnézni. Látod, hogy mit mutatok? Aha. A rádión senki. Ja, és akkor ott? Aha, most utána oda megyünk át. Ja. Hát neked nem tudom hol megmutatni, mert nincs a robogon semmi, de... Mindegy. Megyek utána. Azaz, király. Szerelő voltam már, ha? Tuningmester 2-es voltam, azt hiszem. Odáig sikerült felfejlődni. Az jó volt, azt szerettem. Mindig fullos volt az összes autóm. Ja, alapból is mindig fullos autókkal járkáltam, mert mindig összejött rá pénz. De ugye szerelőként olcsóban tudtam tuningolni, és fú, nagyon komoly autóim voltak. Amigo, jól vagy? Na, azt hittem megtalálták.
Amigo nagyon megsérült, a motorra leesett. Az probléma. Kernel van még? Volt Skylánom. Na, az még nagyobb probléma. Puta. Hívjunk neki mentőst. Én már minden voltam, rendőrmentő szerelő. Az igen, Gengó. Hát azt tudom. Na, álljátok, mert azt mondja, hogy... A Berlin, te merre vagy? Túloldalon itt mászkálok. Te vagy a legjobb vidés. Az igen már, köszönöm szépen. Hát itt nem találtuk meg, át kell menni majd a másik híd alá. Én itt vagyok, nézzük át mindent, mert... A másik híd alatt. Aha. Ó, basszus. Vagy, hogy értem másik híd? Hát mert van egy másik híd, és az alatt is meg tudjuk nézni, az picit távolabb van. Hát most így nem tudom ezt, hogy mondjam. Ó, majd megyek vissza oda. Mit csinálok a karaktered? Hát amikor egyedül van az autóban és az anyósülésen ül, akkor ugye elég érdekesen érzékeli. De ez már máshol is volt probléma. Már hát nem probléma, csak ugye ilyenkor fészkelődik. Mert így át akarna ülni ugye a vezetőülésbe, de nem ül. Egyébként Discordon Brian Gibbs én vagyok. Igen? Nem írtál még rám? Vagy... Tegnap mondtam, hogy írjál rám, hogyha tudsz. Ugye a rang miatt, úgyhogy ezt majd ne felejtsd el, dobjál rám nyugodtan egy üzit. Csacsá, szavasztok! Merre felé szedjelek fel titeket? Már akkor indulunk. Küldök kordit, összeértem, jöttsz. Oksa. Felötted. Küldtem. Oké, mindjárt indulunk. Kit ítéltek el? Kúró Rudi ítélték 25 hónapra. Az kemény. Az kurva jó. Hoppá! Meg vagy? Ja, meg. Akkor jó. Te jól vagy? Én tökéletesen. Akkor jó, hova menjünk ki? Várjál, az a tudodalom van. Itt vagyunk a part másik végén, át tudsz ide jönni? Jaj, át tudok, csak ez egy kis idő. Pont látunk. Hello, csá! Itt megvárunk fönt, aztán megyünk a másik híd alá. Honnál vagytok, aminél voltunk eddig? Vagy most már átmentetek a következő? Most fogunk átmenni a következőhez, amit mutattam. Milyen billentyűn van? Okay? Cerberus. Nálunk minden. Ki merre? Megyünk a másik híd alá. Olyan gyorsan menni, úgyhogy ne siess. Baszki. A kocsi. Hát szépen óvatosan. Hát mondjuk itt nem is tudom, hogy át tudunk-e menni. Hát itt jöttünk ki, nem? Hát lehet. Hát... Nem. Hát akkor fájni fog. Ilyen nagyon meredek, itt nem akarok lemenni. Összetörik basszus az alja. Hol jöttünk? Le. Hát másik oldalon itt. Balra.
is, mert... Na, már füstöl is. De oh. Nem csinálta... Jó, akkor most már kiugratok. Most na, már hova mehetsz. Menjek? Most jobbra. A híd alatt megy a jobbra. Igen. És itt fel. Nagyszerű. Én nem tudom, mitől kezdett el ilyen kurva hamar füstölni, de jó. Hát, ja, az mindentől fos. Ez a BMW, ez mindentől füstöl. Rárogok kettőt attól is. Megint húz az autó, megint húz. Egy út... Jajaj, megvan már. Sziasztok, sajátok, hello, lesz. Szevasz, Petya! Csú, de rossz te. Örülök, hogy itt vagy te is. Dani live, mikor... Dani, úristen, Dara live. Jaj, vőjel, félreolvastam. Szombaton. Szombaton van Dara nap. Lehetne Márton előbb egyszer elő. Hát, vagy Max kihívjuk. Menjünk, hogy lerakja a füstölő motorját. Na, sok értelme volt a Faggiónak. Ide kéne alá menni? Aha, itt valahol itt már le is tudunk parkolni. Mondjuk itt... Itt is voltam amúgy a környéke. Nem lehet itt lemenni? Itt, itt. Itt? Itt igen. Itt már én is jobbra? Voltam. Például. De itt álljunk meg össze, keresünk. Itt is voltál tegnap? Aha, legalábbis hát az ukrató résznél, meg itt is voltam. Már mindent is át akartam nézni. Mert elvileg valahol errefelé kell, ma ezt az infót kaptam. Hát... De jár a motor. Most már nem jár. Valahol tudja, hogy lehet aprítani, ilyen nincs, vagy ennyire el van dugva? Jó, hát nyilván mondjuk az a lényeg, hogy megkeressék. Nekem... Mi a... Össze-vissza törik az autókat. Nagyon köszönöm, Helomi, hogy ezt így kiírtad. Így van, a Nightbot üzenetét olvassátok, srácok, mert nem szeretnék ebből a későbbiekbe problémát. Hogy valami, valaki kap egy olyan szankciót, amit a Nightbot folyamatosan kiír nektek, úgyhogy ne legyen szabálysértés, meg ilyesmi. Oksi? És itt köböm erre. Na, az már nincs meg. Ennyi volt az info, hogy a híd alatt. És mit keresünk pontosan? Hát bármiféle tegelést a falon, valami graffitit, vagy valamit a földön. Egy ajtót. Vagy egy ajtót. Dávid, nagyon szépen köszi. Köszi szépen, Pajtikám. Én tudom, hogy hol lehet találni a cannabiszt. A cannabiszt azt tudjuk mi is, hogy hol lehet találni. Azt akarjuk megtudni, hogy hol lehet ezt csomagolni, vagy aprítani, vagy nem tudom, mit kell vele csinálni. Ez mennyire 100%-os infó, hogy itt van valami? Egy tagnál rákérdeztem a publikba, és elég egyértelműen rávágta, hogy itt van. Á, oké. Nem is gondolkodott meg, semmit nem csinált. Mondta, hogy erre felé kell körülnézni. Ja, várja, ott az ugrató azt mondta Ricsi, hogy itt már járt. Tehát menjünk a túloldalra. Állami börtön. Hoppá, valakit elvittek. Ezután elugorhatnánk a publikhoz. Fel mozdonyba, konténerbe is lehet, hogyha úgy van. Simán lehet. Akár. Azt hiszem, erre fel is le lehet menni a híd alá.
Felveszek amúgy rablást. Gabi, hát ugye most alakultunk meg, most még nem akarjuk magunkra annyira felhívni a figyelmet. Na basszus, már itt is volt. Tehát ma még maximum izére fogunk rámenni, hogy is hívják, ATM-re. ATM-et szerintem azt fogunk pakolni, de boltot vagy bankot azt még nem. A héten mindenféleképpen fogunk szerintem. Ja, de várjam, ez meg már itt nem a híd alatt van. Hú, de megél, azt nem leesik. Vadász, best combo az, hogy telefonon itt írok és PD-sen nézlek. Ja, hogy PS-en nézlek. De ott nem tudok olvasni. Semmi. Egyelőre semmi. Nem tudok beszélni? Hát itt mi történik? Kérem szégyen. Elindultunk az ékszerrablásra. Hát valakik akkor ékszert pakolnak. Én megírni. Hát ez a jó kombó. Nem tudok olvasni, te nem tudsz írni. De úgy nem nincs ezzel semmi baj. Hát nem tudom, én ezt kezdem feladni, mert itt tényleg nem találok sehol semmit. Semmi. Egy ajtó se, egy garázs, semmi. Se egy graffiti, se egy mozdony, semmi. Orosz helyen keressük itt szerintem. Akkor tippeljék ez, hogy hol lehet. Ide kaptuk az infót. Tudják megnézni. Hát szerintem inkább a másik résznél, ahol voltunk először. És hát jobban lehet kéne nézni. Majd el lehetne jönni bringázni is. Mit kerestek? Azt, hogy a marihuánát hol lehet lecsomagolni vagy aprítani. Nem tudjuk, hogy mit kell vele csinálni. De lehet ugye tasakoztatni. És most azt keressük, hogy... Mindjárt mutatom neked. Ugye itt van a cannabis levél. Elhoztam 15-öt magammal, mert szerintem ez egy jó kezdő mennyiség. És most azt nézzük, keressük, hogy hol lehet ezt csomagolni, vagy éppen aprítani. És azt az infót kaptuk, hogy a híd alatt, és elvileg ez alatt a híd alatt. De itt rohadtul nem találunk semmit. Lehet visszamegyünk a másik híd. Nekem tökéletes volt, köszi. Itt meg nem tudok átmenni. Az kellemetlen. Dávid, mondjuk ez jó lenne, hogyha ez működne, tudod, hogy a futástól edződik a karakter. Szóval azért, hogy annyit futunk, meg annyit keresgélünk, hogy tiszta izom pacsirták leszünk. Hát az a baj, hogy már nézték a vonatokat, mert ugye Martin az a vonatoknál volt, ő onnan jött vissza. Tudom, hogy találtam-e valamit, srácok, de itt áll egy autó. Úgyhogy valószínűleg jó helyen keresgélek. Aha, és merre felé vagy kb? Na, az baj. Az baj. Mutom úgy. Elvitt a másik. Vittem koordinátát. Autó. Jött Kori. Hol lett a másik autó? Jelölt be. Hol van neki? Igen. Mindjárt. Itt. A másik autó az nem lett bezárva. Várj, az alatta van vagy? Alatta szerintem. Alatta vagy fölötte a hídon?
Fölül vagyunk igazából. Nem tudom, hogy kell lemenni úgy alulra, hogy ne vesszem el. Ugye ez egy lerombant gép, nem tudom. Ide már létszértem, Diego, ide a régi felültelephez, ide alulra. Tudom, hol bent voltunk az előtt. Hol az autó? Tudom. Én hoztam el. Szállj be a BMW-be. Hol van? Onnyiratta onnan eljöttünk. Hol vagytok a BMW-vel? Jövünk vissza. Jobbos. Itt vagyunk. Már nagyon füstöl ez a bömös. Jaja. Szerintem gurulj előre, mert a szerelőtelepen van. Azaz. Itt vagyunk a szerelőtelep előtte, merre? Gyertek föl föntre. Most húzottam ki. Á, ott van. Akkor viszont innen nem értünk is. Látom, már is füstöl. Á, akad, akad. Rendőrbe vagy legáldik a boszkó. Hát ahol amolyan. De ugye ő nem Boszkó. Boszkó az most Szabin van. Ő most nyaral valamelyik fullos szigeten. Ez egy lefüstölt jármű, akkor mindegy. De itt a híd alatt vagyok már. Oksi, már meg vagyunk, itt vagyunk, jövünk. Amúgy a rendőrség melletti híd alatt ott nincsen semmi? Meg ott bent abban a sikátorban? Már mindent is, tehát itt már nem egyszer járok, az volt. Hát ja. Akkor nem, csak ezeket mi nem látjuk. Hát... Mondjuk... Akkor sírok. Az mondjuk baj lenne. Már szinte marra esély, hogy ezt... Ez ilyen... Ez is ki lett felejtve? Szinte igen, hogy ez ilyen van és mi nem látjuk. Na itt vagyunk a híd alatt, merre felé induljunk el? Rá kell kérdezni. Már is jövök ki. Csak és ott lehet az az ajtó? Szóval egy autó, nem láttam? Na mindegy, akkor küldök egy új kordit. Ez semmi, ez zárat. Megvagytok, várjatok, ne menjetek sehova, ott vagyok. Jó a hangja. Jöjjön. 60 ezer belé egy 4-es tuning. Már nő, mint motor. Sziha designer, csá! Ezt körbenéztem, itt nincsen sehol semmi. Csak itt... Ott van egy autó kint. Azt hittem, hogy itt vannak azért valakik, mert ilyen celofán színe volt. Aha. De csak le van robbanva. Hát én nem tudom. Valahol erre kéne lennie. Ez alatt. Hát igen, designer, de elvileg ezt az infót kaptuk, hogy erre felé kell körbenézni. Hogy a füvet majd itt kell aprítani. Az a baj, már itt is jártunk, nem egyszer. Itt ezerszer jártunk már, az a baj. Igen. Ja, ott a lerohadt autó. Hát ez munkakocsi szerintem. Na, lerohadt kocsi. Itt is egy lerohadt autó. A BMW az most rohadt le. A híd alatt a lerobbant pick-up mellett. Mindjárt küldök kordit.
Mondjuk nem mondott ezzel hülyeséget Sven, hogy lehet, hogy nem is látjuk, mert hogy még nem kaptuk meg ezt a lehetőséget. Aha, megjött a favágó, vagy nem tudom, hogy mi volt. Indulok. Oké. Okay. Hát nekem ötletem sincsen amúgy, hogy ezek után hol lehet, és semmi. Mióta vagyok a sárgáknál? 3 napja alakult meg a banda. Kávé, 3 napja. Meddig tart a live? Hát olyan 9-ig, 9:30-ig kávé. Honnan tudod, hogy igaz az info? Hát... Na azt sonnan nem tudom, hogy igaz volt az info, eljöttünk megnézni. Sziasztok, most jöttem, mire maradtam le? Hát semmiről, Ádám. Keresgéljük, hogy a füvet hol lehet becsomagolni. Fogyni a benzin. Ugye koordinátára odaírt, hogy a híd alatt vagyunk? Csak rájön. Szerintem, akit kaptad az infót, lehet hazudott. Azt mondod? De hát elvileg nem, mert vele elvileg jóban próbálunk lenni. Nagyon tanakodom, gondolkozom, hogy mi a franc van, mert ez olyan durva, hogy ennyire el van rejtve. Vagy lehet, hogy tényleg nem látjuk a szemeinkkel? Ez lehet olyan, mint amikor szednénk fel a fát, mi minden csak hát nem bírjuk el. Szerelőnek szóltunk? Szóltunk, de... Szóltunk, Berlin. Ja, király, jó van. Hát nem tudom, lehet, hogy megpróbálom ezt kideríteni, csak nem most, hanem majd lefekvés után, hogy most ezt... Hogy is mondjam? Hogy ez most így, igen, igen, mivel hány méter, mert... Pont azt, amit te is mondtál. Mert látjuk a falat. Így van. Új emberre? Le vagyok maradva. Na jó, egy picit gondolkodok. Oksa. Meg kéne mondani neki egyszer, hogy mutassa meg. Hát gondoltam rá most is, hogy az igen. Meg vagy? Meg csak elcsúsztam a banánhéjon. Hát nagyot csúsztál. Hát elég nagyot. De már a nyaksérülés után már sem. Amúgy mennyien vagytok? 9-en vagyunk, 15-en leszünk. Ezután majd egy ATM pakolás, vagy valami? Ja, bepróbálhatjuk. Mehet, pakolok szívesen. Ha más nem akar. Van azt hiszem 3 elkészít, vagy 3 tabletünk, abból lehet 3-et csinálni, úgyhogy... Más a napozás, meg más a fekvés. Nyarrém. ez egy picit csípett. Én itt szeretek feküdni. Ott a nap. Az igen. Na hát akkor pillanat. Holnap matek tézés, apa azt mondta, hogy tanulnom kell. Aha. Ezért akadozva leszek. Ábel, ne viccelj. Annak volt hangja. Menj nyugodtan, tanuljál. Visszanézhető lesz, úgyhogy bármikor meg tudod nézni, bele tudsz tekerni, hogy meg tudod keresni, hogy melyik rész lesz az, ami majd érdekel. Meddig lesztek ma? 9-ig kb. Jó. Közben nagyon gondolkozom, hogy merre felé lehet. Hát az a baj, már szinte mindent átéztünk, amit lehetett. Hello, szia Mónika. Hali, hali. Ja, hát igen, amikor napozol és telefonozol, akkor eléggé ki tudsz tekeredni. És Ábel, holnapi matekhez viszont nagyon-nagyon nagy kalappal, sok sikert.
Így áll, hát mindjárt iszok. Ne aggódj, az, hogy még villogunk, az még bőven, bőven jó. Jó tanulás és sok sikert. Így van, na, mi ekkora királyak vagytok? Erről van szó. Mindig nem ülne szerelő. Mi a franc? Amúgy csak én vagyok ennyire ilyen lehangolt? Mi vagy lehangolt? Nem tudom. Amúgy nem. Mert most pont gondolkodtam rajta, hogy vajon miért lehetek ennyi lehangolt, meg azt néztem pont, hogy így mindenki tádogál, nem beszélget senki, csak pár szót. Aztán rájöttem, hogy valószínűleg az elmúlt pár nap miatt, hogy folyamatosan ilyen-olyan dolgok történtek, és nem tudtunk semmit megcsinálni rendesen, hiba nélkül. Ja. És szerintem Rio is erre gondol. Ja, hogy hát nem tudom. Van fennakadás aztán azért? Hát, nem kevés. És most nekem is ilyen nulla kedvem van itt lenni egyébként, mármint hogy a városban. Tehát, hogy ez most csak átmenet ide, hogy, ja. Nem akarom rátenni, senki másra összeterhet, meg semmit. Csak gondoltam, így megkérdezem, így felteszem a kérdést egy ilyen kérdést, hogy most akkor így mi van veletek, meg mit tudom én. Hogy csak én vagyok ennyire lehangolt, vagy más is, de ezek szerint akkor nem csak én. Mhm. Na mindegy, hát majd jobb lesz. Nekünk már szünet van. Az igen. Akkor jó szünetezést, meg jó kikapcsolódás, jó pihenés, baromi jó idő van, úgyhogy amikor csak tudtok, menjetek ki a levegőre. Mert kegyetlen jó idő volt ma is. Eszünk, iszunk. Nekünk már szünet van. Á, ja igen, azt olvastuk. Én is holnap az utolsó súlyos napon írok, matek tézét nagyon utálom. Ó. Oh. Már nem vagy rendőr? Hát nem. Hát ezzel gondolkozom én is designerről, hogy lehet, hogy írok ezzel kapcsolatban egyet, hogy mi van. De az baj, most ezt egy admintól nem tudom megkérdezni. Föl kéne hívnom valakit. Mindjárt megnézem, hogy nem is elérhető most, az a baj. Viszont egy valakire rá tudok írni. Egy pillanat, srácok. Bocsánat, srácok. Na, írtam valakinek, aki Kenny vágja itt a dolgokat, ugye... Ő segített egy pár dologban már, hát meglátjuk, hogy elérhető és hogy vissza tud-e írni. Hát te? Hát tologatom. Az igen. Nem, azt hazatolom. Mindjárt írok a szerelőnek. Mi a szerelő? Passz. Vigyázz! Jaj is! Jaj, ne toljátok egymásra. Most jó, most beakadt. Várjam. Segítek. De most fog jönni amúgy.
próbáljuk lefelé. Na, helyes. Megcsinálja a BMW-t, akkor menjünk vissza a publikba, hát tudunk infót szerezni, vagy valakit elhozni magunkkal. Okso-okso, Zoli, megnézem. Nekünk meg két napot megyünk, és aztán két hét vakáció, nagyon várom. Azt elhiszem. Vigyázok. Hány szerelő van egyáltalán? 7. Akkor elvileg kéne, hogy tudjon valaki majd jönni. Saj, rúgok egyet, akkor... Opa. Szerelők unatkoznak. Ne viccelj. Mindjárt kijövök ide a híd alól. Azt mondja, hogy... Mechanik. Már jön is. Nagyon sok munkával vannak ellátva, és nem látták. Hát, Laci, az azért nem jó, mert sokat troll, aztán arra nem vagyok kíváncsi. Ezt már így kitapasztaltuk. Na, elvileg megvan a szerelőnk. Megkérd. 285 dollár van. Hello. Hello, hello. Sok a munka? Eléggé. Hát, gondoltam. Hát, leginkább nagyon jön a hívás. Aha. Majd nézzél rá még egyszer a telefonodra, mert úgy látom, hogy a kijelzője nagyon rabul ejtett. Ez van nálatok, srácok. 560 dollár. Jó, akkor adok még ennyit, aztán ki tudod fizetni, majd odaadom a többit. Hopp, lehet útba vagyunk. Ah, köszi. Kajaz van a kocsiba? Nincs. Nálam van. Kajam meg pia. Kutca. Hello, Máté. Mennyi lesz az annyi amúgy? 400. Oksa-oksa, teszem ide a hűtőrácsra. Rendben. Mekkora a száma? 229, ja. Kösz. Felültem hűtőfeledéktől. Már most tele van a szeró. Így van, Milán. Megyünk vissza a publikba megkérdezni, hogy tudja-e valaki, hol kell a füvet össze aprítani vagy csomagolni. Kisztököm rá a motorburkolatot, a szórokkal. Arra a Lamborghini-s csávra rá tudsz majd írni, hogy ébren van-e? Igen, de mit szeretnék tőle? Hát, hogy a helyem itt mutatott, az nem eléggé jó. Ja, már mondtam neki, beszéltem vele azóta. Na, és mondott mondta, valamit? Mondta, hogy nem tud most segíteni, mert valami dolga van. Ah, értem. Oh,
basszus. Kösz, kösz. Csöcsö. Lóka. Adios. Menjünk vissza a publikba szerintem. Okés. Hova lett... Várjátok srácok, hívásom van. Mindjárt vagyok, lenémítom magam. Itt vagyok neki az autót. Ja. Ja, meg a fejét, hát ha megjön az esze. Na, itt is vagyok, srácok. Na, itt vagyok. Egy óra, épp akarok neki mondani valamit, hogy benned irányjal szembeáll. Oh, hello. Nem igazán beszél az úr. Aha, Már kopogtam is neki, hogy hello. De nem beszél. Hello. Olyan dolgot tudunk csinálni, mert most megálmodtam, meg megjött az iklet, hogy szedegessünk most elég sok mindent, mert van, amit 10 perc múlva már akár tudunk is csinálni, de van, amit majd csak holnap.
Jó. Ah, de jó. Tehát... Aksa, de ezt miért itt mondod el egy idegen ember előtt? Hát mert azt se tudja, miről van szó. Hát jó, de nem tud beszélni. Mondok olyat, amit nem kéne. Tiszteletem. Tisztelet. Jó, menet iránya szembe áll be, mi ez már? Hát miért pont ide a sárga elé? Ja, ja, minden rendben van, srácok. Holnaptól már működik a rendszer. Na menjünk hozzá inkább előtte. Mielőtt? Hát mielőtt megyünk, hogy akkor inkább ott beszéljünk meg mindent. Ja, azon mehetünk. Annyi a lényeg, hogy akkor most szeregessük ezt a magunkat. De miből? Mindenből is. Okay. Lehet hallani? Hello, hölgyem. Lehet, lehet, igen. A... Nem tudom, hogy ő sok is kevés. Magát, mert több, nem tudom, miről beszélnek. Hát tudom, az a baj, hogy most magas hall engem, hogy hall. Hát, én hallom. Tudom, halljuk. Hallgatom, tudom, tiszteletem. Hello. Bobby Long személyesen. Hello, hello. Tiszteletem, Ram. Reyes. Reyes, tisztelet, rendben. Üdvözletem, Reyes. Mi a helyzet? Azért sem semmi, ugye most jöttem a városba, mert a Baktáló meghalt. Oh. Hát ezt tudom, hogy én jaj, meghalt a Baktáló. Aztán mondtam, hogy elutazok meg a városba, hogy kiderítsem, hogy most mi történt, vagy hogy történt a dolog. De, ja. És próbáljunk segíteni, kideríteni, hogy mi történt, hal-e? Hát, uraim, hogyha már így kértek, és akkor majd hát itt azért szép számban vannak. Nem tudom, hogy önök ismerték őt. Hát én személy szerint nem nagyon hallottam róla, nem tudom, ti hogy vagytok vele? Nem, semmit. Nem hallottunk róla. BMW-be szoktak járkára, hát szoktak, BMW-be járkáltak mindig. Aha. Ezt ugye elmondta nekem, ugye minden napi kapcsolatban voltam vele, elmondtam erre hány méter, de befejezte a munkáját, így meghalt. És most kimegyek a temetőhöz, hogy ott van egy ilyen rózsát neki, vagy mit tudom én. Aha. Meg egy imát ért, van. Hát figyelj, ha úgy van, megpróbáltunk segíteni. Ilyen rendesek maguk? Hát, megpróbálhatunk itt jó fejek lenni, aztán max ha átversz, akkor rosszul jársz. Ennyi, tehát ez értelmű. Nem tudom, hogy találkoztam a pirosokkal, de az gondgyikerek voltak. Volt egy kis nokért, hogy az dumált meg. Igen, hát. Előfordul. Oda jön, és akkor csak úgy elkezd random dumálni. És ezek így merre voltak amúgy? Nem tudom, ugye a kórházok, hogy jöttem ide, azt futatlanom szembe, azt mondta, hogy ezért, hogy nem, inkább nem mondtam ki. Aha. Szóval. Jó, hát persze, hát figyelj, hogyha az mondjuk komoly volt. Az Tokió. Az kiadta. Mit csináltak itt? Jó, hát figyelj, normális csávónak tűnsz, úgyhogy persze segítünk, hogyha arról van szó. Így, ezt megköszönöm. Igazából a pénzem sincsen. Tehát hát az nekünk se sok. Így nem mondja, hát ilyen BMW-k járt. Óksa, Gabi. Ja, hát nem azt mondom, hogy csórok vagyunk, csak... Kell gyűjtögetni. Ez is a Baktáló. Szép, sárgába szabb lenne szerintem. Sárgába. Hát az biztos. Hát nem tudom, igazából így az a gyökér, szóval nem tudok hozzá mit szakfűzni. Nem, hogy így is jól néz ki szerintem. Így se rossz. Majd megnézzük sárgába. Jó, rendben. Hogyha úgy van. Hát ha úgy alakul, persze. Hát rendben, uraim, nem tudom, szerintem én... Hogy pillanat. Mit gondolsz? Miről? Hát segítünk neki. És meg akar találni valakit? Hát arról magyarázott, jaj. Ha úgy van, most miért ne? Megpróbál. Nem bírok az emberekbe, tudod, olyan jó. Random emberek ide beáll elénk. Audival. Az most jött. Érted? Hát jó, de látod, okkal van itt. Nagyon keresi, hogy ki jöhette meg. Vagy hogy mi történt vele? Hát figyelj, ha úgy van, akkor segítünk. Kit öltek meg? Mi van? Nekem mi nem tűnt az eleje. Na, meg vagy? A Baktálót. Baktálót. Magának mi a neve? Az nem Obilom. Obilom. Jaj. Hogy kötődik magához ez a Baktáló? Hát én küldtem ide. Amúgy az igazi neve Joe Cascade volt.
És ugye mindenki úgy hívta, gondolom, hogy Joker, de ezt nem tudom pontosan. És aztán volt egy ilyen nagy lövöldözés, még egy másik városba, ugye ahol megnyertük a dolgot, a rendre kell. És aztán egy Toretto nevezett ember ebbe a városba jött. Na szóval, aha, én elküldtem a baktálót, hogy találja meg, keresse fel, és mi, hogy igen, merre hány méter. Csak hát ugye azt nem mondta, a telefonszáma, hogyan néz ki, és ő milyen foglalkozik. Mivel ő is ilyen tiszteltadó ember volt, mint én. És semmiféle információt nem adott ki senkiről, semmiről. Uh-huh. De azt tudom, hogy megtalálta. Te sok pénzed van? Hát figyelj, van nálam, hogy ezért egy $400. Na, az már egy szerelés. Hát persze. És akkor várjál, számolja. Erre van 5000 kéne. Milyen 5000? Hát annyiba átfestetnéd sárgára, more. Hát 5000? Az kemény. Hát 4000 valakinél, 4000 bekerül valakinél, 2000 attól függ, hogy kit fogsz ki. Hát az probléma, az probléma. Hát az, ha minket fogsz ki, akkor 5000 alatt megsmálunk. Te ki vagy? Mi legyen vele? De csak most így. Azért fogd vissza magad a testvérem. Így, hölgyem, bocsásson meg a felemetlen helyzet. Bobby. Hello, csá! Volt valami eddig? Nem, Patrik. Nem. Majd most megyünk még gyűjtögetni, de... De ma még gyűjtögetünk, holnap meg már akcióba is lendülünk. Na mi legyen? Felvegyük Bobit? Jó, hogy felvegyük Bobit. Tudtok jönni egy picit? Vadász képzel, állami lesz most. Na, tolják, mi most erre nem foglalkozunk. Ja... Nekem szóltál? Hát úgy mindannyiatoknak. Mizu? Na, hát nem tudom, magyarok rajta, szimpatikus a Pali, nem tudom, szerintem... Szimpatikusnak tűnik amúgy a... Ugye, neked is? Mhm. Na... Szerintem előnyünkre válhat, mert hát neki is kell segítség, nekünk is kell úgymond segítség, több ember belefér szerintem, hogyha kipróbálnánk, nem tudom, hogy vagytok vele. Hát nem tudom, én viszont lehet, hogy most itt a publikba elmegyek aludni, mert hát van némi tennivalóm itt ott. Aha, jó van. Na, szia. Nem probléma. Bocsánat, de hogy probléma? Én nem hiszek így a nulláról senkibe, aztán oké, segítek, mert minden nem az a probléma. Csak na, azért szívassuk valamit. Tudja, hát, kivel beszél? Hát figyelj, úgyis el kell mennünk megint egy picit még gyűjteni, így a tegnapiak után. Na jó, én közben lépek, majd később még akkor leszek. Oksa. Most ne ígyétek azt, hogy a gyűjtés elől menekülök, csak tényleg van pár dolgot, el kell intéznem. Oksa. Persze. Na, csöcsö. Na jó van, ezt megegyeztem. Szia! Úgyis lenne egy-két dolog még így pakolászni, meg gyűjtögetni, hát akkor majd most kicsit megmozgatjuk. Na jó. Na, de még szárnyas teremtőre vár. Ja, igen? Mhm. Hát az tud közben is, nem? Hát tud. Tud? Ja. Csak nincs nála semmi, se étel, se ittal. Ja, hát azt adunk neki. Hát te, ha tudsz. Na, érted. Nem feltétlenül. És mit írtad? Ki tudsz? Hol? Hol lehet átalakítani a kokai? Áfön? Én kaptam egy e-mailt, he! Hát? Na... Üdvözletem, uram. Hello. Úgy vagyunk vele, hogy szerintem jó helyen lennél nálunk. Így nem mondja, uram, nem mondja. Hát ezt az uramat, ezt engedd el. Reyes, haver, csá, cső, valami. Rendben, tesóm. Na hát, valami, jaj. Na, legyen, mert ez az uramozás, ez nem az mi műfajunk. Te vas Csaba. Oké. Hát én amondó vagyok, hogy nem tudom, kopog a szemed az éjségtől? Hát igen. Meg ugye azt látom, hogy ugye itten nyomogatom a zsebemet, és azt érzem, hogy van telefonnám, de még sincs. Szóval jó, ez is érdekes.
Értem. Megpróbálok kivenni a zsebemből egy kenyeret, meg egy ücsit, hát ha. Igen, azt megköszönném, uram, azt megköszönném. Ez az oldalam, amit te ma mindjárt már, izé vagyok. Veszem a fő publikba, ezért a földet. Nem tudok neki átadni. Átteszem, köszönöm. Tessék, egészségesek. Azaz. Azt szerettem amúgy. Ha van időd, nézd meg a lelőhelyet. Lamposita. Amit ott van a zsebedbe, becin, vagy mibe. Átküldtem privátba. Így. Ja, jó, megnézem. Jó. Na, akkor gyere. Oké, rendben, tessék. Á, a tegnapi BMW-sek. Na mi van, tesikém, tudsz enni? Aha, tudtam ezek, neki adni. Ezek a tegnapi BMW-sek? Tegnap ezekkel dumáltunk. Uh-huh. Ezt az egy BMW-t tudom neked mondani, akikkel tegnap találkoztunk, meg van egy krómozott BMW, de azzal csak futtál be. Uh-huh. Egy... Jelen már félre amúgy, te. Én? Te. Na bocs, hogy beleszólok. Mi a, mi történik itt? Elmagyaráznám nekem? Hát... Mármint segítségre szorul, mondtam neki, hogy segítünk. Megkérdeztem a többieket, ők is benne vannak, neked se volt nagyon ellenedre, amikor mondtam, hogy akkor jöhetne velünk szelegetni. Hát most egy plusz kéz, ja. Na, hát az. Adtam nekik kenyeret, meg tutti juice-t. Ennyi. És akkor mi a terved vele? Hát... Segítünk neki közben, tud velünk jönni dolgozni. Mhm. Igazából én bizalmat szavazok neki, nem tudom, valahogy úgy érzem, hogy korrekt, normális, őszintén elmondta a dolgát. Nem tudom, én úgy nem találok belekötni valót. Jó van, én hiszek neked. Hát figyelj, próbált megér maximum, ha nem válik be, akkor ő repül, én megkapok egyet tőled. Tudod, nagyon jól nem ütnélek meg. Hát ja, de hát figyelj, most próbált megérnem. Csak akkor kapok egy puszit. Köszönöm szépen, a legjobb puszi volt. Köszönöm szépen. Várjál, ne kapkodj! Várjál! Na, nagyszerű volt. Tudod mit? Én mondtam, hogy nem ütlek meg. Te már... Baszki! Hát ő rányomtam a... Nagy volt a lendület. Igazából nagyon meg akartalak ölelni, csak... Na mindegy. A magadhoz húzás helyett sajnos ellöktél, úgyhogy ezért még számolunk. Nem lesz ebből nyelvlecke. A francba. Korrepetálás? Most se. De ki? De ki? A rendőrök. Ja, ugye rendőrök? Ja, ugye zsaruk. Ja, hogy izé, hogy most... Utájúre. Egy bűhű hívta ezért a brigádot. Hát az érdekes. Az érdekes. Na rendben. Na. Igazából milyen munkát tudna ajánlani, uram? Hát, figyelj, én mondom mondjuk, hogy menjünk haza. És oda is hozod? Hát... Kérdez, csak kérdez. Ja. Mondom, hát nekem... Ennyi erővel már sárgába ötözzön már bennem. Nekem, mondom, hogy nagy bizalmat tudok neki szavazni, korrekt módon idejött, elmondta, hogy mi a kínja. Hát igen, van kínom, és is vagyok, mert mindig. Az kemény. Tesó, hát elmész a... Elmész oda. Na, velünk lesz, mondja, ja. Sárgába, jó? De az a baj, hogy mit csinálni, hogy nincs pénzem. Azt megoldjuk szerintem. Nem tudom, mert igazából a Bartinak volt egy is megakarítás, de hogyha szavatint, az fogalmam sincs. Hát annak szerintem öröklődni kellett volna. Hát ez az. Csak felegesít. Te jól vagy? Ja, persze jó. Behúztam neki egyet azóta kicsit. De hogy is, nem az. Az csak rátett. De az jó gyenge volt. Na várjál, adok neked lóvét. Mik az asszony? Így mit csinálhat? Ilyen harcos? Hát... Ez nem bír a kis fejével. Keveset. Én most keveset mutatjam. Tessék, van itt egy ruhaboltot, nézzél magadnak valami sárgát. Megütött. Mondjuk, hogy sárga gatya. Itt megvárunk. Jó. Azt a kurva. Hát azzal, ne, hagyjad be. De hát megütött, baszki. Melyik volt az? Itt ütögeted az amigót, de itt ütögeted. Álljál arrébb. Nem.
Hát de ezt mi nem otthon... Mi nem otthon verik szét egymást? Hát otthon agyabugyájátok szét egymást, ne itt. Ha már lehet, hogy itt közelem van a kórház. Nem tartani, csak belevágom a kést, aztán másik oldalán kijön. És hát ez nem kés. Hello, mi? Megvettem a tagságot és nem kaptam meg. What? Köszönöm szépen. Köszi szépen, Gomi. Nem tudom, hogy mi történik. Na, a tesó elment átöltözni. Mondom, én figyelj, én bizalmat szavazok neki, ha nagyon nagy gebb azt mondom, akkor majd úgy is szóltok, azt majd maximum vállam érte a felelősséget, de én azt mondom, hogy segítsünk neki, ő is segít nekünk, aztán ki tudja, hogy milyen hosszú lesz a mi közös jövőnk. Benne vagytok ti is? Mi? Jól van. Hát azt mondod? Te azt mondod? Áú! Hát ez... Az... Az komoly. A hús. Mi a hús? Menjünk hozzá... Te húsod fog kelleni, de ne jó, nem mondom, nem fogadom. Menjünk hozzá, megvárjuk, amíg átöltözik, menjünk haza, irassunk vele alá egy papírt, azt menjünk, húzzunk, szedjünk, mert holnapra kelleni fog egy pár dolog. Papír bandába. Hát nem olyan papír, tehát valami... Vérszerződés kössünk. Valami vérszerződés. Itt haza, Lici. Itt haza. Miért? Mi? Akkor visszam a BMW-t. Akkor ne veled jöjjek? De! Hát pattanj ide bemellé. Jó, sem. Bocs, én nem akartam, hogy fájjon. Hát megleptél. Vagy lehet, hogy de. De jó, nem csak viccelek. Én úgy gondolt, beavatjuk a palit. Jó, hát nem csúnya módon, de azért... Szeretnéd? Hát, igen. Nem szerződés, meg papírozás, hol már? Hát kell valami hát aláíratunk vele. Jó, hát de semmi. Na jó, hirtelen felálltam megnézni kikopó. Ugye, Valentin? Én is beszartam, pedig már be van állítva egy pár napja, de még mindig a szívbajt hozza rám. Mondom, nekem full korrekt a pali. Meglátjuk. Jó, van, akkor nem kínozzuk meg. Na jó, értettem. Nem fog erőszakoskodni, na. Hát vele ne is. Kivel ne? Hát vele ne is, majd Max vele. Vadász, ha rádírok live után Décen, akkor kapom a te... Így van, de nem muszáj live után, már most is rám írhatsz, és akkor nem majd gondolsz, meg... Nem gondolsz, hogy azután ellöktél magadtól, én ott erőszakoskodni fogok. Úgyhogy nyugodtan, persze, így jár rám. Ezt a hangot ne. Oké. Okay. Ezt most itt ne, mert mérges vagyok. Jó. Nem, amúgy tudod, hogy szeretnek. Tudom. Az igen. Na, most ez a mai nap olyan hihetetlen. Szedjünk már ATM-et, ilyenek. Hát várjál, mert most én kaptam a sugallatot, hogy alapanyag mindenképpen kevés, ami van, muszáj mellé gyűjtenünk, ez most ilyen. Oksa. Na, otthon leüthetem az embereket, vagy te szeretnél megvédeni és fejbe kulintani őket, melyiket választod? Kit mondjuk akarsz a fel... Diego-t, az hát verd meg, nyugodtan, hát otthon vagyunk, az már mindegy, csak ne itt. Pedig kénytelen vagyok néha itt is megalázni őket. Tudom, hogy ez a csapatra rossz hatás, de... Jó, nem csinálunk többet akkor ilyet utcán. Hát vagy ha többen vagyunk, tehát nem... Igazából nem az kell, hogy ilyet nem szabad, csak most amíg ott látunk hárman, négyen, az így rossz fényt lehet. Lehet, hogy rossz fényt vetne ránk. De ha ma ott vagyunk, mit tudom én, 10-15-en, akkor az úgy már megint más, mert akkor lehet, hogy még hasznot is tudunk belőle húzni. Jó, hát de akkor nem ököllel csapkodnám, ha ott állunk 15-en. Hát mivel? Hát azzal, amit elővettem. Ja. Már megerőszakolnál. Hey. Vada, igen, azt néztük nekünk, sosincs... Mi ez már, az ember nem lesz ki soha? Nem tudom, meg kell nézni, hogy áll. Mindjárt megyünk mi is már haza.
Oh-oh. Okay. Hogy ülök át a másikra? Az igen. Ez patika lett. Hát nem, igazából sapka az nem valami jó, mert nem láttam igazából magamat. De próbáltam sárgába öltözni. Jó, jó, hát fél sapkát bármikor le tudod venni. Ja, igen? Aha. Ezt is jól tudni. Ja, ott a KK-s címkénél le tudod kapni elvileg. A kezem nem mozdul, szóval. Nem tudok odaülni, more. Nem, hülye helyen álltam. Kövess majd akkor minket. Jó, jó, rendben, rendben. Nem festettünk le a kocsiját? Már most. Hát, majd lefestetjük utána, vigyük először haza. Jelölsz egyet? Ja, persze. Köszi, baba. Nincs, itt nagyon szívesen. Hazavisszük, csinálunk vele egy ilyen fals papírt, aztán utána elmegyünk szedetni vele is egy-két dolgot. Oksa. Aztán mielőtt lelépne aludni, meg mi is, azelőtt elmegyünk akkor autót csináltatni. Uh-huh. Itt is, csak egyenesen. Baba. Tessék. Mondanom kell valami nagyon fontosat. Na mondjad. De nem fogsz megharagudni érte? Nem. Biztos. Igen, mi az? Szeretlek. Én is téged. Szia, Vivcsó! Jó, ezt úgy szeretem csinálni. Na jó van. Bu. Íj, füstöl a motor! Jó, az jó, az. Na, hát figyelj. Hát jó. Ők megbeszélik a dolgokat. Az komoly. Hát látod, ez itt nálunk, ez így működik. Elmegyünk akkor itt, megnézzünk egy-két dolgot. Hát figyelj, ilyen... Hát most hogy mondjam, hogy fogalmazzam. Ránézünk valami papírra. Ilyen, tudod, ilyen kis szaros cetlit nézünk. Oké. Az csak azért kell, hogy akkor tudjuk, hogy ki merre hány méter. Azt ott azt... Belevéssük a nevét a falba, azt jó az. Azt mondod, véssük csak bele a nevét a falba? Hát... Jól van, jól van. Be is lehet menni? Nem, nem. Hát, még nem, majd ja, egyszer várja, nem itt. Ezen kültér jó. Ja, erre a falra ide fel is véssük majd. Jó, rendben. Ott a tárolónk van, amúgy. Bármi van, ott kinyitod az ajtót, az így bedobálod a dolgokat. Érdekes. Ja. Hát ez így megy. Mindjárt várjál, keresek valamit, amivel tudok vésni. Rendben. Jokerként van. Nem ölik meg egymást. Szerintem az egyik ők kórházba kerül. Fú, betettem. A csajom vagy, amúgy az harcos. Nagyon kemény, vigyázni kell vele. Az engem is lever. Hajjaj. Figyelj már, van valami beceneved, amivel itt a falba tudlak vésni? Igen, Diablo. Diablo? Igen, Diablo. Te is keresed az eszközt? Jaj, jó van, keressük együtt. Meg is találtad? Aha. Nézd meg, én itt keresem, ő meg egyben megtalálja. Vésd már fel akkor nyugodtan. Várj egy pillanatot. Előbb meg volt. Most hol? Rendben, testvérem, akkor mit kell tudnom? Na, figyelj, gyere. Na, az van, hogy kb. Egy ilyen három napja érkeztünk. Uh-huh. Igazából az a cél, hogy a többi bandát feldrítsük, meg tudjuk hányan vannak, kik azok, milyen szintben pompáznak, vannak-e valami nagyobb vezetők. Na. Sikerült? Belemagban is van neved szerintem. Igen, látom innen, elég szép. Köszönöm. Oké.
Úgyhogy most ez a cél, hogy bandákat derítsünk föl, illetve tegnap meg ma elkezdtünk így szedegetni bizonyos dolgokat. Uh-huh. Próbálunk majd később eszközöket gyártani, fegyvert, meg ilyen szívszarokat, meg most rámegyünk majd a drogokra. Ahhoz kellene gyűjteni, ahhoz kell gyűjtenünk egy pár dolgot még. Úgyhogy ma elmegyünk, még gyűjtögetünk, holnap már sokkal könnyebb, meg pörgősebb napunk lesz, mert holnap már tudunk majd barkácsolni is. Úgyhogy ma ez a terv. Hát figyelj, mindjárt tudsz majd autó kulcsokhoz hozzáférni, annyi, hogy a 4-es rendszámú autót azt egyelőre nem szabad piszkálni. Jó. 1-es, 2-es, 3-asat lehet, a 4-eset egyelőre nem. Ajaj. Jaj. Ez baj. Az cigi. Aha, oké. Hát az probléma. És amúgy mit kéne most szednünk a... Szerintem... Kanabisz? Aha, szerintem kanabiszozzunk. Mert az van meg a hely, nem? Vagy legalábbis gondoljuk helyet. Igen, de... Yeah. Úgy lesz, hogy... Te jó hallasz? Jaj. Jó. Szóval úgy lesz, hogy... holnapra összefújja itt az újságot a szél. És akkor majd látni fogunk mást is. Érted? Jaj. Ah, ennyi. Úgyhogy ma rámehetünk nagyon sok mindenre. Azon gondolkozom, hogy még valami kaját veszek magamhoz, aztán utána lassan el is indulhatunk, hogyha észesztél a tesó, az új tesó. Vagy mond, mit mondod, hogy hívják? Bobby? Jaj, valami Bobby. Nem lesz könnyű, vagy nehéz megjegyezni. Miről maradtál? Ez semmire vívcsókám. Ma még ez ilyen light enough van, de szeretném, hogyha ezt is látnátok. Valamit vigyünk, kést vagy is. Hát figyelj, valamit, azt nyugodtan hozhatunk. Én még viszek kaját, az legyen azért nálunk. Aztán ennyi. Ja, meg várjál, leteszem, ami még nálam van, mert az most fölösleges. Jó, ezt lepakoltam. Akkor nyugati lévő szedőrészhez kell menni. Jó. Megvárjuk a pajtit, aztán utána elindulhatunk. Jé. Mikor lesz még live? Holnap, toxik? Többen nem is leszünk. Hát szerintem most átalúzták a mai napot, vagy lehet, hogy egy fél óra múlva ébredeznek, aztán majd becsatlakoznak. Mm-hmm. Üdöbe vagy feszülve, jó vagy? Jó van. Kicsit sokat húzottunk meg minden. Vettem ki még egy kis kaját. Aztán, hogyha a Bobby tesó felébred, mert most egy pillanatra elájult, akkor el is mehetünk szedegetni egy kicsit. Oksak, még én is veszek itt kaját. Oké. Szerintem okay. Teszek a csomiba. Jó. Ezt majd írok holnap, mert nem jó a DC. Hallom, nem kéne tolni egy ATM-et gyors, legalább. Hát figyelj, hát akkor hozzá van összerakva kütyű. Nem kellett fixen. Összerakva nincs, nem? Csak arra van alapanyag. Jó, de ott az ATM mellett alapból ott van az összerakó. Igen. Hát akkor vigyünk alapanyagot, azt egyet durrancsunk. Jó. Hello mi, írjál holnap nyugodtan. Tudni fogom, hogy írsz, meg úgyis majd beírod, hogy mi miatt írsz, és akkor elintézzük a rangodat. Sajnos elkezd megint... Ne, Milán, nem mondd azt. Tényleg? Baszki, 56-an vannak már. Én csak fönn. Lehet már megint egy életkép... Aj, ne. Lehet, hogy baj van. Na, mi baj? Hát nem tudom, tudod, így... Hallom a szélzúgását. Igen. És az előbb... Önket megkapjuk amúgy? Igen, minden el lesz intézve. Szóval, hogy hallom a szélzúgást, és az előbb úgy hallottam a szelet, hogy mint hogyha 100-zal fújna, de most úgy hallom a szelet, mint hogyha ilyen 40-50-nel fújna csak, úgyhogy félek, hogy abba hagyja majd a szél a fújását, és annak nem örülnék. Lehet, hogy Bobit is ez okozta nála a problémát. Hallatok most amúgy, mert most kezdek a... Jaj. Ja, jó, oké. Okay. Itt egyre dolgok vannak. Ajaj, na most így egy kicsit fosok, nem merek elindulni. Hoppá! Bobikám. Bobby. Bobi.
Megvagy? Megvagy, Bobby, tes. Sziasztok, srác. Cseh, megvagy? Persze, kaptam egy ilyen fejütést, nem tudom. Oké. Okay. Rádiód van? De nincs rádióm. Akkor gyere, nézd. Pakolj ki egyet, tudom. Tudom, itt, itt van ledobva a földre. Ez, hogy mondjam, de elmentek hatalmas vihar fog jönni, szóval. Igen, mi is ettől félünk, úgyhogy azért kicsit bepörgetjük az, ezt a részét, hogy ez már meglegyen neked. Jó, rendben. Itt a földön van rádió, egyet vegyél fel nyugodtan, meg telefon. Értettem. Hova mész? Vannak ám komoly dolgok azért. Donit is ledobta? Gyűjtögettünk, gyűjtögettünk. Nagyon jó. Vizet és kaját kivehetek? Persze, persze, azért persze, van. Három darabot veszek. Nyugodtan, mert majd megyünk úgy is keresgélni, és akkor amikor találunk, akkor a pluszt azt ide behozzuk. Rendben, rendben van. Akkor... vettem ki telefont, rádiót, meg kaját, ételt is. Oké, rádión egyelőre a 707-es frekit használjuk. Így, ez biztos jó volt kimondani? Az, hogy mondom, hogy átmenetileg. Jó, jó, rendben. Aztán... remélem, nem lesz baj. Amúgy igen. Oksa. Merre mentél, életem? Egy itt van a hölgyel. Igen, igen. Nagyon jó. Még egyszer mondjad. Összerakom a kártyát. Ó. Jó van, Bobby észeztért, gyorsan elmondtuk neki a dolgokat, mielőtt jönne valami nagyobb vihar, és ezt így nem tudná. A falba, ami be van vésve, az már fullon van? Oksa. Ami be van vésve a falba. Hát, hogy érzed itt? Zsebedbe egy papírlapon mi van írva? Hát igen, az oké, okay, csak ugye még lehetne, hogy még valakit még nem lehetne belevésni. Ja, hogy még egy embert? Igen, nagyon jó barátom, igazából több mint egy év. Hát most ez egy év, hogy ismerem. Igazából városról járkálgattunk. Igen? Nagyon hát, hát nem tudom, beszélünk a srácokkal, lehet holnap sort kerítünk rá, de ezt megbeszéljük előtte. Jó, persze, természetesen. Tehát nem akarok itt, csak ugye el csak így felhoztam. Aha. Hogyha kellene egy ilyen normális srác, aki aktív is, meg jó csajdók, tehát akkor szerintem biztos, hogy befutó. És ő is segíteni akar, tehát ezt az ügyet. Aha, és őt hogy hívják? Hát, valami kínai, Lee-nek hívják. Hűha! Ja. Kínai így elfér nálunk. Hogy ne fér, ő lesz a legjobb emberünk. Azt mondod? Japán, Kína és Kora keverék a srác. Szóval... három emberből. Hát, meg lóból, vagy nem tudom miből. Figyelj, hát most mi probléma van ezzel? Mondjad, életem, nem hallottam. Ő lesz a legjobb ember. Összeraktam a kettőt. Ha kész vagytok, gyertek már a maszkosnál, vagy a maszkosnál lévő ATM-hez. Oké, okay, indulunk. Na, gyere a maszkoshoz. Na. Mi van itt? Bobby, hagyd az Audit, gyere BMW-be. Gyere fel rádióra, a BM, vagy mi az Audit, hagyd itt, elmegyünk BMW-be. Jó, nem jött fent rádión? Nem tudom, nem hallottál, vagy nem... Szóltam, hogy gyere BMW-zni. Nem rohadt nagy problémák vannak. Nem tudod kinyitni? Nem. Akkor menjünk az Audi-val. Vezet? Vezetem, hogyha úgy van. Oké. Okay. Amúgy jól megy, erről is ilyen 200 mérföldel megy. Az komoly. Jajajajaj. És csak elmete valami gyári. Jó. Menjünk az... Gyertek srácok, gyertek, szálljtok be, patintjuk be. Jössz a motorra? Mi a fene? Hova alakul, valahol? Ajaj, tesónál nagyobb bajok vannak. Testvérem, pillanat. Igen. Óris. Kezd az ilyenkor, nem? Aha, most lesz jó szerintem, nem? Erre. Próbálj meg úgy, hogy nálad van a kezedbe. Nálam? Jó. Mi jók vagyunk. Na most sikerült. Nagyon jó, nagyon jó.
De rendőrök jönnek így. Érdekes ez a dolog. Ja, hát ne viccelj. Vannak elmit ilyen dolgok. Ah, jó kis tütű. Ja. Adunk lóvét, aztán lefessük sárgára. Ezt az Audit? Aha. Jó, rendben. Kedvelem amúgy a sárga szín. Na, jó is az. Ja. És amit nem találkoztál a Redfog nevezetővel, mert megváltoztatta a nevét. Hát nem tudom, ugye mondom, 3 napja érkeztünk, nem nagyon találkoztam még úgy senkivel, mert egyelőre az a cél, hogy megtudjuk, hogy kik vannak itt, hányan vannak. Hát tudod, ilyen apróság, hogy kit kell lezúzni. Jó, persze, természetesen. Aztán ezzel valamilyen hírnevet csinálni magunknak, és bízunk benne, hogy találkozni fogunk valami nagyobb hatalommal, úgymond, aki tud minket támogatni, vagy csapatügyileg, fegyverügyileg, valamivel. Értem. Amúgy ez a dolog, ez nem is olyan rosszul hangzik, azt kell, hogy mondjam, de visszafele kéne, nem? Nincs autó, vagy van autó? Aha, ott van. Mert rámegyünk egy ATM-re, csak nem mondtam. Ja, oké. Okay. Ja. Valaki tudja törni? Aha. Fogsa. Az igen. A felsőtök ott már rádióra, mert nem, senki nem lesz, ez valami nem. A 707-esen vagy? Igen, azon. Az komoly. Na itt vagyunk. Ja. 1-es, 2-es. 1-es, 5-ös. Szia, Valentin! Na, rápróbálok. Tessék. Álljátok a... Ez ki? Hát nem egyedül vagyunk, szerintem. Audi Q8-as. Az anyj... Fehér alapom. Azért. Miért nem hallok rád, jól vagy szemértem? Mi hallottunk, nem? 1-es, 2-es, haló. Haló, hallasz? Bobby? Nagyon füstöl. Na figyelj, akkor én rápróbálok. Oksa. Megkapjuk egy macsétával. Na váltok, srácok. Közben itt figyelem, hogy hogy csinálod. Oksa. Várjál. És így átemből menjen ki. Nem látom, baszki. Itt van fönt a csávó. Á, baszki. Egyedül van rádió. Sikerült? Nem. Basszus. Megpróbáljam. Fuss. Igen. Hát akkor bejelzett, nem? Bejelzett már. Akkor mehetünk. Nem láttam az utolsó. Jó, csa, már jönnek a poliszok. Na, Bobby, hallasz most rágyom? Megnézhetünk egy másikat. Csak hol? Elvileg valahol a nyugatin kéne lennie még egynek. A ti hallatok rágyon, srácok? Ja. A nyugatin van még egy ATM, nem? A benzinkutnál. Aha, mindjárt akkor ránézünk. Egy kicsit itt a férkével. Jó, megérkeztünk a nyugati, az ATM-hez, kipróbáljuk. Csináljam. Hát akkor próbáld meg a... Jaj,
Bobby, merre vagy? Mondjad. Hogy lecsapd itt a főnöket. Nehogy. Szerintem Bobby az túlment. Igen? Ha. Jaj, Bobby. Bobby, még tanulnia kell. Várjál, akkor iszunk egyet. Azonban nem is van rádió. Á, itt van. Letettem az autó gyorsba. Ja, jó, tetted. Azt mondja, bepróbálja. Rendőrök állami vannak, az lehet, de ugye ezt nem tudjuk IC. Amúgy a rádió nem hallottad? Valamiért nem, baszki. Nem. Hát ez hihetetlen. Hát ez tényleg az. Megpróbálom meg. Jó szar. Megakadt a gomb, úgyhogy ez szar volt. Nem baj. Hát akkor... Tiplizzünk, akkor megpróbáljuk később. Tehát vagy... akkor menjünk szedni, nem? Ja, kéne. Akkor nyugatin induljunk el. Nyugatin, akkor megyünk utánatok. Vagy ti utánunk. Na, hát figyelj, ATM az most nem adta. De elmegyünk akkor szedegetni, gyűjtünk egy picikét. De verevett a billentyű, úgyhogy már fónál elegem van ebből. Az autós iskán lévő boltban is kipakolható az ATM. Hát igen, az nagyon ATM, városközpontú. És ugye úgy van, hogy ilyen számokat kell megtalálni, ami nem mozog. Így van. Pontosan. És ugye van egy lehetőség, hogy a bal oldalon keresgéljél. Igen. Jobb oldalon. És megfogja. Azt a minden. Ennyi, hát nem véletlenül az asszonyom. Hát milyen profi sofőr már. Kedés azért óvatosan. Úgy kedés jobb úgy. Na erre, hogyha errefelé megyünk, itt mit szedünk? Nem ja, tudom. Na hát jelöljön valaki, aki tudja. Motorral előzzetek már meg, hogy merre menjünk. Anabisz vagy kokó? Hát menjünk Anabiszra. Az is erre van, nem? Egyenős. Az van itt. Na, akkor Cannabisszal kezdünk. Mi is ezt fogjuk tudni elsőnek, hol kell így darálni. És amúgy mennyien vannak? Hát most veled egy 10 vagyunk. 10, ó. Mindig elbassza ezt. Az hova kell menni? És gondolom, te vagy a főnök. Az egyik, mert a másik itt ül mellettem. Szóval akkor két főnökkel ülök egy autóban. Hát ez megtiszteltetés. Na, zsír. Semmi, Gabikám. A holnapi nap lesz a legjobb. Itt ottan. Ja, próbáltunk amúgy. Durva dolgok történtek, szóval. Ti most itt a mi történik? Jó, hát itt túl jöttek a fiúk. Ja, ti vicsenk. Horrászunk vagy mi? Á, nem, inkább gazolunk. Ja, gazon, azt hiszem torkáltam. Mit veszed el? Nagy izé, nagy micsoda, nagy kés. Na gyere gazolni. Menjünk gazolni. Itt már el is. Hova lett Bobby? Az egy jó kérdés. Itt van Bobby. Megvan Bobby. Gazoljunk. Hát nem tudom, srácok. Bízom benne, hogy minket nem fog utolérni. Eme csúnya vihar. Kis több elférom, ugye hátszodom majd. Most lehet valami rádió? Tisztelet. Ó, tökéletes. Úgyhogy ja, megpróbáltunk egy állami, vagy mi az, megpróbáltunk ATM-et fúrni, én nem láttam a bal oldalon lévő számot. De majd lehet visszanézem, és tudta, hogy ki fogja verni a szemet, vagy lehet, hogy már ti is kiszúrtátok, hogy hova volt. Most ugye 4 óráig én nem tudom megpróbálni, úgyhogy azt már nem hiszem, hogy megerőltetem, de holnap meg már ugye látni fogunk nagyon-nagyon sok mindent, amit a banda láthat. Úgyhogy holnap már tudunk menni aprítani, meg tudunk fegyvert is csinálni, úgyhogy hú, srácok! Ez a Vagos banda, ez annyira fel fog törni, hogy az valami hihetetlen. Az összes bandát be fogjuk magunk alá húzni.
Én, te látod az elsőt? Basszus, én nem vettem észre. Na, megnézem, hogy hol volt. Szia, Ked. Micsoda? Én láttam, igen, igen, arra értem, vissza, hogy raboljátok. Igen, igen. Pillanatot kérek, nem tudom, ki beszélt hozzám. Nem, én is hallok dolgokat, elég furcsa. A szállamok vannak, vagy mi? Hát figyelj, lehetséges, olyan helyen vagyunk, hogy itt előfordulhat. Hello, hát, mi? Köszönöm szépen a 200-ast. Köszi szépen, pajtikám. Vadászonapánykor kezdődik az élő? Szerintem már nem ugyanúgy ilyen 6-4-7-kor belőjük, mert holnap, fú, szerintem, mondjuk azt nem akarom, hogy egy nap, vagyis hogy egy live-ban mindent megcsináljunk, mert nekünk is az sok lenne, de holnaptól már el tudunk kezdeni összetenni, vagy mi az, füvet aprítani, tudunk csinálni már kokót, fegyvert, úgyhogy elkezdünk szépen felfegyverkezni, és akkor rá tudunk majd menni bankokra. Ilyen kis bankokra, vagy kisboltokra, vagy valamire, bármire. Érted? Sok mindenről maradtam le? Hát, Szabi, nem tudom mikor jöttél, lehet, hogy sok mindenről, de igazából fennmarad ez a live is, csak úgy, mint ugye a tegnapi. Ha úgy van, akkor nézd nyugodtan vissza, aztán, hogyha valami olyan rész érdekel, akkor nem tudom. Akkor megvan az, amit kerestél. Dick, van egy új vagosztagunk? Van, Joker. Jó volt a történet, ami alapján minket így megtalált. Úgyhogy jaj, a Jokerrel vagyunk már. Szóval izgalmas lesz a holnap. Igen, Ádám. A holnapi nap az már izgalmasabb lesz, meg pörgősebb. A mai az most még ilyen kis chilles. De a holnapi az már jobb lesz. Zúzdásabb lesz. Úgyhogy bízom benne, hogy a gépem is azt szeretné, hogy működjön. Úgyhogy jó lesz, hallott főnök, és ebből mennyit kezdhetni? Hát figyelj, igazából a kevés, ahogyis a sok is kevés, úgyhogy legyen inkább minél több. Tegnapi meg a mai nap az erről szól, hogy ilyen gyűjtögető életmód. Az nem baj, hogy hasznos. Hasznos, nagyon-nagyon nagy hasznunk lesz rá, mert holnap már majd el tudunk menni ezekből már csinálni dolgokat. Igen. Amit el is tudunk adni, meg fel is tudunk használni. Hát amit most szedünk, az például egy picikét javítja majd a közérzetünket, hogyha megsérülnénk. Ja, érted? Érted? Jó cucc. Elég jó, azt kell mondjam. Ja, jó lesz. Do you the Bobby Long, úgy célunk Hong Kong? Azaz. Doniék azért komoly ilyen kis freestyle-t össze tudtak rakni. Volt, amit meghallgattam. Na most kíváncsi leszek, hogy IC-be ugye ő próbálja behozni Toretto-t. Hogy akkor megpróbálunk Toretto-val majd szövetségbe lépni, és akkor a Bloodsot kitúrni mellőlük. Mondjuk az durva lesz, hogyha a Bloodson már összeakasztjuk a bajszunkat, mert ők már régebb óta vannak, többen is vannak, viszont mi is régebb óta összeszokott csapat vagyunk, az mondjuk egy komoly kis banda háború lesz. Úgyhogy kíváncsi vagyok, nem, hogy fog alakulni IC szálként ez a történet. RP után szivárványos robbantás? Hát nem tudom, szóval meglátjuk, figyelj, 8:30, még egy fél órát toljuk. Bobby, hallasz? Hallok, itt vagyok. Te hogy szoktál ébren lenni, meddig szoktál kb? Hogy érted fölni? Hát én olyan 9 felel szerintem ma lefekszem. Természetesen én is, hiszen holnap külföldi munka. Hát értem. Srácok, ti hogy vagytok vele? Én maradtok ébren? Hát én még lehet itt kicsit szedek majd dolgokat. Jó van, mert nagyon-nagyon várom már a holnapot. Főnök, de hogyha úgy van, akkor még tudnék maradni egy orrosszát, úgyhogy nagyon fontos. Figyelj, ez igazából rajtad múlik, egyáltalán itt nincs ilyen elvárás. Ameddig érzed, hogy tudsz lenni, addig maradjál ébren. Rendben. Tesó az mindig van ébren, úgyhogy egyedül nem leszel. Annyi, hogy a mai napot tényleg arra kell szánni, hogy akkor még amit tudunk, azt gyűjtsünk össze, hogy holnap ne legyen az, hogy valamiből kevés van, vagy hiányunk van.
Várjál baszki, mennyi van nálunk? Pont jók vagyunk súlyba. Vadász, ne felejt, hogy lehet, szóval többen vannak, de ha elkapjátok, veszítenek. Persze, hát ez benne van, szerintem többen is vannak ők, mert lehet, hogy nekik már megvan a 15 fő. A motor is jár. De a motor be van zárva. Te aludni mész, vagy mi lesz? Hát valami olyasmire, igen, már arra kéne készülni. Ők már 20-an lehetnek? Hát akkor... Jöjjek én is majd. Mindenféleképpen. Mert hogyha most, ugye, ha azt nézzük, akkor Daniék ugye egy maffia. Amit OC lehet tudni, mert ugye ezt IC még nem tudom. Daniék egy maffia, és ők a Bloodszal vannak szövetségben. Viszont ha mi megpróbálunk a Bloods elébe pofátlankodni, és leszövetkezni Daniékkal... Nem látok már egyet, csak akkor az baj. Az nem baj, csak meg kell várni, amíg a holdfénye úgy süti itt a partot, hogy észrevedd. Ja, jó, oké. Akkor lehet, hogy a Bloods ugye el fog esni egy mafiától, viszont mi nyerünk rajta. És akkor viszont a mafiával együtt lehet, hogy már túlerőbe vagyunk a Bloods-szal szembe. De ez még csak ilyen spekuláció. Még nem szívesen ugranék neki, mondjuk a Bloods-nak. Még ahhoz össze kéne magunkat szedni, hát még se fegyverünk, se semmi nincsen. Most egy késsel fog nekik menni. Van ezt nézd feljebb, amit írtam. Egyébként nem terveztél... Mi nem tervezed azt, hogy az IC barátnőd az esk... Dehogy is nem. Persze, Szabi. Mindenre sort kerítünk, ugye? Hát miután már miénk a hatalom, ugye mi leszünk a legnagyobb banda. Terveim szerint, vagy reményeim szerint, akkor persze létrehozunk egy ilyet, meghívjuk az egész az rendőrséget is, hogy legyenek ott. Meg kéne beszélni velük egy talit? Kivel mi? Daniékkal? Hát figyelj, itt van Bobby, úgyhogy szerintem ez IC össze lesz hozva ez a találkozó. Mafia védi a Bloods-ot, ez igaz, de hogyha mi bepapátlankodunk a Bloods elé, és elhapoljuk előlük a mafiájukat, akkor az a mafia az már velünk lesz. És akkor a Bloods egyedül marad. És akkor mi vagyunk többen. Nem tudom, hogy kér-e valami... Kérne-e majd valamit a Daniék, mint mafia tőlünk, mint bandától. Úgyhogy rá fogunk próbálni. Azt is lehet, srácok, hogy ez már holnap meg lesz. Lehet, hogy holnap ezzel fogunk zárni, vagy lehet, hogy ezzel fogunk nyitni, hogy már bepróbálkozunk egy maffiánál. Igen, ez az egerem, tehát most próbálok kizumolni a térképből, és nem adja. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy fog alakulni. Most valahogy majd bepörgetjük. Most így gyűjtünk egy kis marihuánát, mert arra is szükségünk lesz. Na, hát ez egyből itt nőtt ki mellettünk. Na még egy 26 perc srácok a mai streamből, és akkor holnap ugyanígy folytatjuk.
Mert a Doni... Jaj, nem, hello me, de hogy is nem. Hát én dolgozó... Tehát dolgozok, megveszem én magamnak, nem. Tudom, hogy vízből írtad, meg ezt tényleg ezt... Nem, ilyet nem várnék el senkitől. Állj már föl közben, haver. De azért köszönöm szépen, de nem, ilyet nem csinálunk. Nagyon aranyosok vagytok, meg nagyon kedvesek. BMW fullosan tele. Hú, de megijedtem, ha azt... Nálad is elférem több. Mitől ijedtél meg? Nehéz lesz. Tudom, Helloni. A csapódást hallottam. A cuccost tegyük le a BMW-be? Hát már nem fér bele, úgyhogy hagyd a zsebedbe. Még mit tudom én, szaladunk még egy öt ilyen gazt kiszedünk, azt hazavihetjük. Elkerülendő ezzel a vihar problémákat. Addig várom, hogy fel tudjuk aprítani és betépjünk tőle, mint az állat. Sárkányokkal akarok harcolni. Az érdekes főnök. Eszünk, iszunk. Honnan, mikor kezdődik a live? Szerintem 4-7 környékén, úgy, mint ma. Nem akarom elkiabálni, bízom benne, hogy a gép is úgy akarja majd, meg holnap én már azért videót is szeretnék nektek vágni. Mi ez a forgalom, baszki? De figyeljünk. Mennyi fér még el nálunk? Hát pont ennyi. Jó, hát én meg vagyok szerintem. Nálam 50 van. Az bőven elég. Még egy kettőt összeszedek. Okso, autónál, Tali. Na, mi történt veled, Balázs? Szia, pénteken elkezdtem közönni tempelestől, belázasodtam. Úúúúú, basszus. Na most... 54 van nálam. Na, a király, azt hazavisszük, betesszük, ugye, ledobjuk oda a földre, ahol a rágyó is van. Uh-huh. Jó, oksa. Aztán én ott szintem lefekszem, így a többiekkel majd még tudsz menni. Na, meg mehetünk haza. Nem tudom. Az ágon az autó. Otthon majd kipakoljuk. Nálam van egy 60-as. Az igen. Az komoly. Már pont akartam szólni. Ez egy szóval motoromon? Ja. Megyek. Ölgyek hátra. Hát itt belünk. Vagy mi? Vezessek én? Aha. Vagy mit? Ja. What? Akkor otthon, Tali. Nem félünk, nem fázunk, vadász a mi királyunk. Ó, köszönöm szépen. Na most hazamegyünk, lepakolunk szépen, megnézzük, hogy mi merre. És a srácok még maradnak. Ők még... Várjatok egy másodpercet. Oké. Hello, amúgy mióta van YouTube csatornát, azt szabad kérdezni. YouTube csatornám? 2014 óta van, 2015-ben próbálkoztam videókkal, de azok annyira nem nyerték el a tetszésemet, azok között van olyan, ami privát, van olyan, ami már na, látható, nagyon de... Nagyon olajos ez a izé, úgyhogy letörölgettem. Ja, jó. Kormányt. De aktívabban 7 hónapja, azt hiszem 7 hónapja van videó a csatornán. Tehát körülbelül 7 hónapja vagyunk aktívak. És akkor onnantól kezdve szépen növekszünk. Úton vagyunk, kicsit olajos volt a kormány, azt letörölgettük, de már megyünk. Itt valakik ütköztök. Teljesen széttört autóval állnak az autópálya közepén, majd vigyázzatok. Oksa, figyelünk. Hát akkor erre figyeljünk oda.
Hát az nem mondta ki. Norbi, hello, mi van, meg is válaszolt neked a kérdésedet. Hát az nem az autópálya közepe volt amúgy. Szerintem már letolták az autót. Kicsit félre nyertem. Vadász, én onnantól nézek téged, mikor még LH rendőr voltál, Brian. Az igen, Szabikám, akkor te is jó régi nézőn vagy. Köszönöm szépen, örülök neki, hogy bizalmat szavaztál te is nekem, meg így a többiek is. És... voltak azok az emberek, ott voltak a háttérben. Ja, nem. Valami bénásság, valaminek neki mentek, aztán levált a kocsijuk. Hát, amit kipakoltak. Martin. Hát nincsen semmi nálunk. Csak volt egy balta, nem? Hát, egy balta az kevés. Holnap viszont meg már lesznek eszközeink, úgyhogy... úgyhogy az... baseball ütők? Baseball ütő... elmegyünk fegyverboltba, veszünk kést, fejszét, mindent. Nagyon jó, ez már tetszik. Ja, lesz egy csomó cuccom. Rendben. Annyi, hogy a civileket viszont ne nagyon fosszogassuk ki. Jó, persze, természetesen. Mit tudja, ha van nála egy kis kápi, az maradjon nála. Con vagyunk. 1,5 km és mi is. Oké, és addig lepakolunk. Oksa. De, mert azt akarom majd, hogy ha elmegyünk túszokat szedni, és meglátják esetleg a sárga autókat, akkor tudod, az legyen, hogy na hát velünk szívesen jönnek, mert mi nem csesztetjük őket. Természetesen, tehát ez érthető, persze. Oh-oh. De mit történik? Hát egy tanuló. Ja. Gondolom én. Úristen. Mindegy. Na mondjad. Azt láttam, hogy belemegy a falba, aztán meg hirtelen kijön. A kanabisz hatása szerintem. Na menjünk, dobjuk le a földre a szajrét. Na, mindjárt le is dobjuk a földre, mennyi az annyi. Fú, hát eléggé sok az annyi. A kocsiba még. Jaja. Te hogy van, tehát mennyi, vagy most csak az hogy van, akkor 10 darab kannabisz kell egy szivarkához, vagy? Na, látod, ez az, amit még nem tudunk, ez lesz holnap, ezt tudjuk meg holnap. Ja, jó, rendben. De reálisnak tűnik az ugyanúgy. Rendben. 266. Várjál, még 25 van. Hát akkor 292-280. Igen, az hirtelen látunk. Na. Látom, hogy kéne valamilyen maszk nekem, nem? Hát ő ilyen bandanát. Nézd csak, valami ilyet vegyél. 344. Aha. Jó, fogsa. Meg hogyha majd tényleg szar a sapkád, akkor majd vegyél egy másikat, ha akarsz. Hát nem tudom, hogy ezzel most mi van, ezzel most banán van. Én meg azt mondom, hogy... Milyen mintás? Hát... abstrakt. Viszont a szemcsid az jó. Ja, ez tetszik. Mondjad? Mit mondasz? Az tetszik. Ja, nem, te asszony mondani akar valamit. Ja, az asszonya, bocsánat. Nem sikerült. Várjatok. Valami baj van. Mi a baj? Nem tudok odaadni senkinek semmit. Azt én sem. Hát azt én sem. Kicsit közel... nem kell. Gyere közelebb egy kicsit, Bobby. Soksa. Várj, én kettőt kaptam. Az, hát nem baj az, csak nem tudom oda. Most odaadtam neked, Bobby? Nekem nem. Most adtam. Most, jó, köszönöm szépen a sört. Ez meg kell most verni. Na, most akkor még iszunk egy sört, és akkor ennyi volt a mai. Holnap pedig akkor Durcában beindulunk egy picit. Meg lehet, hogy ki kell nézni a temetőre. Hát persze. Hogyha valaki rá tud vinni. Meg. A szomorhatót hallod? Azt tudja, ez mi van? Cannabis vagy mi? Nem tudom, de ez valami... Lehet, hogy ez bort, vagy nem tudom. Csátes! Na, vigyázz! Alá te! Bakker! Kevés cucc! Ez engem is basszus.
Már tegnap ittam. Az igen, hogy megvág minket a sör. Jaj, bassza, akkor vélek. Na, megyek én is lassan, jó ét mindenkinek. Auction Orbi, kösz szépen, hogy itt voltál, én is mindjárt lépek. Hol vagyok? Hátcsapó. Ő, baszki. Az jó, az tetszik. Te ez mikor belőle? Ah, várjál, így megüthetlek. Ui! Mi ez a hang? Ez a suhanó öklének a hangja. Á, Istenem. Amúgy ennek a... karakternek mi a neve? Miguel P. Reyes. Na, mentem én itt, sziasztok. Szevasz Balázs, kösz szépen, hogy itt voltál. Besörösszünk, mindjárt mi is fekszünk le, a többiek még mennek szedegetni. Ügy, de éhes lettem hirtelen. Vigyázzatok, mert nagyon éhesek lesztek tőle. Oké, most jó. Hú, ez de rossz volt. Most mindjárt én is már jó leszek. Á, főnök. Á, én ki is ment belőle. Á, most már belőlem is. Na, jól van, tesók. Én dobom magam. Ha úgy van, akkor még nyugodtan mehetek el keresgélni. Miguel P. Reyes. Igen, csak nem pontos él, hanem elipszilon. Hát én nem tudom, maradjak-e vagy mennyi. Ezt lehet, hogy is megyek például. Én, hogyha megengeded, akkor BMW-ből kinézzek a temetőre, meglátogatási. Hát a BMW-t elteszem, maradj. Figyelj, asztott. Gyere, Bobby, tesó. Asztott. Nézd, itt a doboz mögé le van hányva a 4 darab kulcs, és az első 3-at tudod használni. Aha. És a... az 1-es, 2-es, 3-asat bármikor elővelheted. Aha. De itt mindegyik benne van. Aha, azért. Az 1-es kulcsát vedd el. Roksa. Ah, ott van. Ja. Ugye az ilyen? Ja. Hát mondjuk akkor... füstö... hát akkor az 1-esét azt majd dob vissza. Se, akkor és ezt kell visszadobni, hol kell? Picit előrébb gurulsz, és az ablakon kb. Kidobod a kulcsát. Ja, hogy ez így működik. Igen, hogy gyere vele előre. De ez miért füstölözik? Na, nem tudom, meg kell csináltatni. Hát, basszus. Ez melyik? Itt tök a egyes. Meg. Gyere, szállj ki. Roksa. Szállj ki, és akkor innen dobd el a kulcsát. Dobd vissza oda le a földre. Rendben. Vissza is dobtam. Nezzel mondod, ez hogy a kettes is füstöl. De... az a... négyes nevezitek ki abban a pénzt. A kettes az... de nem tudom. Várjál, nézd meg a hármas majd mindjárt. Na, az már patika. A hármas az jó? Csak úgy maguk szó. Jó. A hármas jó, a hármasra el tudsz menni bármikor. Nagyon jó. Kulcsot nálad van, le tudod zárni, aztán ez el tudsz menni, akkor a temetőbe tudsz vinni virágot. Rendben, köszönöm szépen. Nincs mit. Na, Bobikám, holnap találkozunk. Rendben. Lehet, hogy holnap nem fog tudni. Akkor holnap után. Biztosan. Amikor felébredsz. Jó. Kapsz majd mindenhez hozzáférés, majd dobálgatjuk a cetliket, aztán majd azt el tudod olvasni. Jók, sőt, tudod, itt nagy gyász van minden, most kicsit gyászolni akarok. A Bakti meghalt. Igazából most el fogok majd menni utána a rendőrségre, hogy hát, ha van valamilyen telefon, vagy bármiféle dolog, ami nálam maradt. És aztán mindent meg akarok szerezni. Jó, mi meg rámegyünk arra, aki kinyírta. Jó, rendben, természetesen. Köszönöm szépen ezt a dolgot. Nem tudom igazából, milyen hálás vagyok nektek, hogy befogadtatok így hirtelen. A Bobby, azaz. Autófestés. Ja. Tenni, hogy, nincs meg az Audia. Hogy aktív is legyek, és egy erős családot összeszedjünk. Na, hát király. Érdekel fönnök, akkor az a személy, akkor hogy csináljuk akkor? Nem majd, amikor ébren leszel, akkor szólja a kínainak, aztán gyertek ide. Jó, ide hozzam biztos. Tehát figyelj, nem titkolunk senki elő semmit, itt lakunk, ez van. Uh-huh. Aki bejön az utcában nélkül, hogy mi őt várnánk, azt nyilván kifingatjuk. Jó. Nyugodtan, nem titkolunk semmit. Megtudhatom ennek a szerkezetnek a nevét.
Minek a nevét? A nevét. Vagos. Vagos, oké. Jó, bocsánat, mert azt nem tudtam, hogy... Jaj, a Lost Vagos. Jó, rendben, Vagosos vagyok, de jó. Azaz. Úgyhogy banda, bandát képviselünk, nem félünk, nem bújunk el senki elől, aki elpusztul, akkor le megyünk neki az embereknek. Jó, rendben, ez tetszik, ez tetszik. Igazából a másik városban is én is ilyen voltam, szóval ez már... Na, király. Na jó, van, akkor figyelj, jó, nem tudom micsodát, kocsikázást, aztán... Köszönöm. Jó pihenést, holnap után találkozunk. Rendben, viszlát. Na jó, van, császok, beszélünk még. Jó, és még szeretném. Valaki eljön velem a izébe? Aha. Temetőbe? Győztes vérem. Jövök hát. Tisztelet. Na, király. Tisztelet. Elkapó, gyere, menjünk. Hú, Bobikám, ezt a tisztelet maszlagot, ezt hagyjuk, mert ezt a kopók nyomják. Cső, jó ég mindenkinek, nektek is, vagy neked is toxik, jó éjszakát. Minden rendben? Persze. Ah, jó van. Mondjad, Bobi. Nem, elmentők nem hallhatok rádió, most az egyik kettőben. De, hallunk. Jó. De miért kell így ide beállni? Egyem az uzájukat, most megnézek valamit. Hol kell menni arra? Olyan lehetnek ők. Kicsodák? Te kopó. Ott áll egy, ide látom. Oksa. Na mindegy. Gyere elém. Na jó van, tesók, én szerintem dobom akkor magam, vigyázzatok magatokra, szóval van valami, majd beszéljünk. Csak, jó, Pit. Jó éjszakát, csöcső. Te is jössz, vagy hogy döntöttél, maradsz? Szerintem megyek. Te is jössz, akkor dobjuk le magunkat. Hoppáré, várj, ez mi ez a tüti? Az igen. Komoly. Mi ez te? Iki. Nem lehet kinyitni. Ebben biztos van azért valami. Nem tudom, jó van nagy. Törőkén, nem? Jó itt mindenkinek, nektek is van ez. Köszönöm szépen, srácok, nektek is jó éjszakát. No, szépen köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, és köszönöm szépen a visszajelzéseteket. Holnap, Tali. Jó éjszakát. Jó ét. Jó ét. Köszönöm szépen tényleg, srácok, hogy itt voltatok, és akkor... Holnap negyed hét környékén Tali, és akkor innen folytatjuk. Na, már megint valaki égeti a gumit. És akkor holnap már jó lesz minden. Na, ígyni. Szavaztok, srácok! Csá! I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason. I've been trying not to go off the deep end. I don't think you wanna give me a reason.
trying.